Jó van, na én is bejelkeztem, hogy közben a játékba üdvözlök mindenkit. Én Axel vagyok, és itt van velem Katalin és Andris. Sziasztok! Jól van. Na és hát Münchenben vagyunk, úgyhogy aki szeretne hozzánk csatlakozni, az tud. Hát gyerekek, itt himbálózik a kis gugyíres, hogy is mondják, mert először ide tettem alulra, de aztán tényleg kiakasztottam ide, úgyhogy ott ez a nyeremény, ez volt a fő nyeremény. Jól van. Ja, én meg ne csak a számjárjon, akasszunk fel valamit, igaz? Azt beszéltük, hogy teszünk fel egy pótot. Kitől lopjam el, vagy kamion. Én is gyorsan itt megtankolok. Pótkocsi kezelő, ó. Mert van rá lehetőség. Akkor miért? Az... Ja, hogy ez a pótkocsinak? Vagy nem tudom minek. Azt mondja, hogy az elmúlt 7 nap haszna mínusz. Az nagyon az érdekes, jó. Szia Zsolt! Szia Zsolt! Szia! Nincsen. Nézzük, melyik a... Hello. Ez, azt hiszem, hogy ez... Hello! Vagy lehet, hogy nem hall. Na és ezt használjuk. Igen. Jó, és elvileg most ennek itt kéne lennie. Hol? Ja, nem itt. Nem itt, hanem a garázsban, ugye megyek a garázsba. És felakasztjuk. Jajaja, várjunk már, nem még a lámpám. Mi van? Mi van már? Ja, mert festettem. Ne izéljetek már, mert kihajítanak innen. Festettem ezt a vackot. Állj már meg! Hú, ez mekkora hülyeség ez, hogy bementem, átfestettem a kamiont, és akkor kiszedi a lámpákat, meg mindent lekapcsolja nekem. Szóval kihajítanak majd ilyen maraság miatt. Jaj. Ugye? Meg lehet. Átfejez. Nézzük, itt van Nyikung Fu, így van, ez meg az én. Ez meg az ilyen nyém. Hova rakták le meg? Van. Tessünk. Hú, de nem lehet itt látni, mi történik. Fú, gyerekek, semmit nem lehet látni. Fú, azt a mindenit. Hova tették le München? Tehát esküszöm, nem találom. Németország. Hát Németország alja. Önkjel, megvan, jó. Nagyon gyorsan visszaadok már. Tomit üdvözlöm, nem itt Enigmát, akár be is jöhetne. Nyikon Fu itt van velünk, Csabát. Mit van önjel? Csaba, csetorvosunk. Gabesz, üdvözlöm Gabeszt. Tamást is üdvözlök, szia Mesek, Tomi. Na, jól van. Már van itt egy kis gubanc, vagyunk itt egy páran. Bezony. Jól van, én meg is nézem, hogy milyen fuvarok vannak. A saját pótkocsiddal. Aha. Szia Norbi! Jól van. 1258. töri fejtámító, és már beolvasom, hülegű mongol kán serege elfoglalja Bagdadot, az akkori iszlám világ kulturális központját, 800 ezer embert megölnek. Az nem semmi. Hát ahhoz képest, hogy nem sokkal később ugye jöttek a törökök Magyarországra, és ilyen 30 ezres sereggel jöttek meg itt, tudom ilyenek, és akkor ezek 800 ezer embert megölnek, nem gyenge. Sziasztok. Na jó van, én is fölkapcsoltam az izét. Jó, én is, és akkor nézem is itt a fuvarokat, hogyha... Ja, Csaba, szia Zoltán! Andris, te is itt vagy? Oké, okay, Csaba, köszönöm szépen. Amúgy köszönöm, jól vagyok. Csetorvos otthon nálad is? Persze, van egy csetorvosunk, mindenkitől megkérdezi, hogy hogy van, és elneveztük csetorvosnak. Igen. Ön a tudakozót hívta, miben segíthetek? Szia, Gabeszem! Szemértél.
Én nézem a boltokat, a fuvarokat, hát nincs valami sok. Na? Egy darab van csak. Ja, már nézitek a fuvarokat? Azt mondja, hogy aha, online saját boltos fuvar. Igen, az, ott igen vagyunk, igen, igen. Köszönöm szépen a feliratkozást. Szia Ferenc! Szia Tomi, akkor jössz Tomikám, szia Vidra! Meg pedig Ferencnek! Hát van itt egy nem csomó. Nem tudom, Andris, lehet, hogy most nem tudom, Andris, válaszált-e valamit, mert szerintem te mentél lehet a legkevesebbet közülünk, hogy nem biztos, hogy tudsz. Vagy nem tudom, lehet, hogy már te is tudsz messzire menni, nem tudom. A legalsó saját az online. Igen, wow, igen. Szia Ferencem, közben pedig elmondom, hogy ugye a videó alatt ott van Katalinnak és Andisnak a csatornája, mert hogy ők náluk is megy a stream, és oda is át tudtok látogatni egy like-ra. Van ja, YouTube 12. De hova, melyik város? Salzburg, Stuttgart. Na, nekem is van Salzburg. Tényleg? De jó nektek. De hát ez itt van a közelbe. De jó nektek, hogy van, akkor én frissítek. Strasbourg. Strasbourgom is van. A Strasbourg az van. De ilyen hosszabb... Szaszariban mennék, nem is voltam. Ja, na, hát például... De, hát szerintem voltunk, de az például jó, mert legalább hosszabb egy kicsit. Szaszarim is van. Az nem baj, hogyha ilyen hosszú, hát de szerintem Katalinnak nem baj. Igaz? Hát én nekem minden. Mert te hozzá vagy szokva az ilyenek. Nem azért csak, ahogy, hogy ne ilyen kis izjánnal lefokolás, felfokolás, mert szerintem jobb egy ilyen szaszari, vagy nem? Vagy Nantes, Franciaország. Ed van? Van, nekem is van. Nantes? Aha. Van, az is van, oda is mehetünk. Na, nekem akkor vállaljuk be azt. Na, akkor legyen Nantba menjünk, majd. Jó? Én szerintem is. Akkor akik jönnének velünk, az, hát nem tudom, igen, az a kérdés, hogy, mert ugye ez DLC is, de hát ez van. Hát Franciaország, gyerekek. Jó. Akkor mehetünk, ugye, Nantba? Így van. Akkor elvállaljuk a sajtot. Csak nem látok semmit, az a baj. Ne törődjél semmivel, addig ki nem lépsz a kapun. Itt van Kelly, azaz Katalin. Lámpada megen, Éri. Hülye gyerek. Villogom is megy, hát megy. Mit csinálsz, ember? Hát neked biztos lámpád volt, ez biztos. Hát, ja, jó, akkor én megyek. Ez a Tomi gyerek beállt ide, aztán... Kicsit megtörték a kamion. Nem baj, van pénz. Van pénz lóvéra. Van pénz. Köszi, miért ill balesetmentes utat kíván mindenkinek. Köszi. Na, Andris, már kemény vagy, hogy már itt tartasz. Szívszerű. Már föl is vettem, mámám. Azért mondom, hogy kemény vagy, hogy te már ennyire elhaladtál. Nem mondtam, mindig rám kellett várni. Na most végre ás. Hát de milyen kerekedem, amit én nem látom? Rátolat a másik izére, pultra. Andris, egy kicsit előrébb állsz, mert a pultra. Persze, várj, akkor ki is állok már út irányba, no, és akkor nem szabad. Na, telepakoljuk. Szívesen. Itt is akkor itt meg. Az a legjobb, itt közben 8 óra alatt megnéztem egy-két DVD-t. Kajáltam, na, aludtam, és akkor indultunk. Na. Én is aludtam egy jót. Olyan jó ez a kajakóma, tudod, akkor a hatalmas tányér babgulyás bevágtam a sín. Hú, azt a fényképet láttam. A kajakomáról meg Andis tudna ezt mesélni is sokat. Ti elindultatok? Vagy, ja, látom, hogy Andis kint van.
kell, én itt üdvözlöm a te még, Tamást. De te még benn vagy itt mögöttem? Aha. Ja, ott van még, jó. Jó, akkor... Nagy Béla, szia, mehetek multizni? Szia, jöhetsz multizni. Münchenben vagyunk, és Franciaországban megyünk, még pedig Nantéba. Ja, bannoltatlak. Szia. Így van, Ferenc. Vidus, vigyázzál magadra. Ez a névöcsi. Szia, rózsaszín keskegé. Nem tudom megmutatni a saját magamat, nem tudom megnézni. Rózsaszín kecske. Imádom ezt a... Ez még a kultúrát név, tudod? Aha. Ja. És még vicces is. Andis, te miért a belső sávba állsz? Azt... Nem tudom, igyeset jó. Itt van Tomi is. Mehetünk? Én egy kicsit kijebb jövök, és akkor Katalint várjuk még, hogy a kajakommából felébred, és akkor... Ja. Én már itt vagyok. Ez a Tomi. Az MC Tomi, no. Vagy ki a picsám. Nyikunk fu, mehetsz előre, gondolod, csak kijönni. Ne vágjál be nagy féket előttem, mert akkor nem tudok megállni. Neked, te gyorsabban gyorsulsz, meg gyorsabban lassulsz. Ki? Bújtor István! Szerbusz István! Ja, sziasztok! Azt hiszem, rám is tegnap iratkozott fel. Mi az a ticér? Ja, DLC-s, igen, DLC-s. Franciaország, ugye Nantéba megyünk, és az DLC, tehát francia DLC-t kell hozzá. Jó, itt megyünk, hoppá, vigyázzatok. Szia, Béla! Igen, az az autóval, mert az fura dolgokat csinál egy autó. Miket csinál? Fura dolgokat, tehát fura. Az nagyon gyorsan gyorsul, meg tudom, tehát az azzal, de szerintem gyorsan is fékez, aztán hogyha előttünk bevágja a féket, akkor lehet, hogy mi nem tudunk úgy, tehát az olyan manőverekben jobban csinálja egy autó, mint egy kamion, aztán... Az biztos. Nincs neki annyira olyan fizikája tényleg, mint hogyha... Tehát kurva hamar gyorsul. Na, nagyon. Tehát... Én is mentem autóval, de azt mondtam, nem. Ja, múltkor csináltunk direkt az alsó kettő Szerónál, ahol ugye nem tudunk kártenni egymásba, látom, hogy már neki is ment a szalagkorlátnak. Tehát, és csináltunk direkt autóversenyt, így bementünk autóval marhulni, de arra nagyon jó volt, egy csomót borultunk, de hát nem érdekes. Köszi, Gabez! Ops. Csak egy nagy kanyar. Én próbálnám a csetet olvasni. Balról jobbra megyek. Egy kis apró, hogy vibrálban volt. Nyikunk fu van előttem, kérem szépen, egy felvezető autóval. Gabesz küldött egy kis támogatást, az volt a szöveg, hogy egy kis apró, hogy vidrát bannold. Csak vicceltem. Vidrus rendetlenkedik a cseten. Vigyázz, egy csámó, aki nagyon eszeveszettül megy. Hát látom, csak... De miért jobbról? Vagy ő le akar menni? Jaj, ő le akar menni? Jól van, hát akkor megértem, hogy jobbról megy. Szerintem biztos kormánnyal van a csávesszünk, ahol elég érdekesen kanyarodott. Úgy volt, hogy tegnap szállek, aztán valahogy az úgy nem jött, bár fáradt voltam. Na mondom, akkor ma. Százért is bannolom, ha kell. Vigyázz, Vidus, mert elvettem a modidat most már azért, hogy már modi voltál, aztán itt te rendetlenkedtél a legjobban a csetem. Most elvettem a modidat, úgyhogy vigyázzál. És akit bannolnak, azt nem modítják fel. Nem, vidrolány. Ja. Mindig viccelődik. Uh-huh. Egyszer már én is van. Szeretem, kis vicces lány, csak néha túltolja a dolgot. Néha az esete 98%-ában túltolja a dolgokat. Horda Transzos MCI Tomi 22. Aha, Tomi, ha igen, mert ő kérdezte itt a cseten is, hogy honnan indulunk, meg hogy, meg mint. Aha, borult is egy gyönyörű, szép nagyot. Ki, szerintem Tomi? A világűrbe állt meg, aha. Igen, na. Ezt, aki nálam látta, azt szerintem most jót.
Hát ez akkor nem kell nagyon messzire menjen, most már 1262-re van Nantes, és hát akkor ez hamar lerendezte akkor. Mondjuk jobb most szerintem, mint az utolsó 3 kilométeren, mert akkor így végig szenvedte volna odáig, és ott borult, tehát azért... Láttátok, mekkorát repül, gyerekek? Láttátok ezt a fizikát? Nem, de én majd visszanézem. Ja, azt mondja Tomi is, hogy lol. Én Katalinnál meg lehet nézni a balesetet. Ja igen, ő neki már válaszoltam. Szia, Olivér! Jaj, ne jöjjön már senki, mert itten kacsázok. Szevasz, Lászki! Gyere, Lászki, kamionsz! Szia, Dexter! Nikon Fu direkt csinálja ezt, amíg csinálhatja. Halibeni? Direkt slalomozik. Szia, Rajmi, neked is! Jó van. Szia, Péter! Péter Matkovics, hopp, meg mindjárt szalom. Igen, szép a Zeppelin, ez volt. Mondja, cica. Lecserélted a kutyát? Jól lett. A kutyus az lent van itt alul, az itt bólogat, a Zeppelin meg itt felül. Persze, hát ő adott neked, Hami. Fizest ki a Sanyit, adjál neki egy 20-as. Szia, Palint. Dávid. Lehet menni, hogy ne lehetne. Hát most saját pótos fuvarral megyünk, de hát végül is mindenki úgy jön, ahogy akar. Az a lényeg, srácok, Münchenből indultunk, Nantes fele haladunk, Franciaországban elég hosszú út, úgyhogy útközben van egy jó pár város, ahol lehet csatlakozni. Így van, aki esetleg szeretne csatlakozni konkrétan, az mondja, hogy ha most szeret, és megnézzük, hogy hol tartunk, vagy hol tud becsatlakozni, szerintem úgy. Nem? Tehát szerintem így, hogyha valaki szeretne, az konkrétan jelezze, és akkor majd... De ti jól elmentetek, én tartom a 80. Én nem tudom, mit tartok. 83-mal megyek. Te a kormány tartod a kezed közt. Hát szerintem kormány, ami a billentyűzetem mindig. Akkor billentyűzetem. Szerintem is csinálsz leállós járban? Nem, én kívülről nézem most a kamion. De 90-nel megyek most is, tehát én nem tudok gyorsabban menni, úgy látszik. Nekem be van állva 90-re. De most mondom. Hát mivel pótot viszel. Ja, ez francia DLC, igen. Ja, az nincs meg. Yeah. Én is 80-nal megyek most, már egyszerűbb kanyarodni. De most már itt van szerintem mögöttünk. Vagy nem? Lehet, hogy nyikunk, várjál. Megálljunk itt egy benzinkúton? Hát álljatok. Hát vagy itt lassítunk. Jó, hát lassítunk, így aztán van, szerintem utolérzünk. Így van, Dexter, tényleg jó rég voltál. Lassítunk és egy kicsit. Jó, és a hercegem is hiányzik. Sőt, figyelj csak, Dexter, súgok neked egyet, hogy amikor te nem vagy itt, nincs itt a herceg. Ti nagyon összebeszéltek valamit, szerintem. Köszi, Csamikám. Hát ez amit nyertünk ugye ezzel az eventtel, ezt a Goodyear-es Zeppelint. Igen, nektek az megvan, nekem nincs. Ja. Na, sajnálom. Pedig tényleg, hát 10 hülye fuvarról. Mert úgy voltam vele, hogy szombat este hazestem, melóból. Á, mondom, már nem ülök a gép elé. Mondom, azt hallottam, hogy kitolták vasárnapig, tudod? Hát aztán kiderült, hogy csak szombat év. Igen, már nagyon gyorsan megcsinálták, összejött az a 300 hát ez az, még, hogy hát nyári az... szünet van, és kibaszottul ráérnek a kölykök. Ja. Hát ezek szerint sokan nyomták, mert nem is gondolná az ember, hogy ilyen sok embernek megvan, vagy hát ilyen, hát összejött ilyen gyorsan, megcsinálták. Merről vagytok vajon? Úgyhogy... Elhagytátok már a határátkelőt? Határátkelőt, azt nagyon. Igen, azt már nagyon. Akkor lassítsunk be egy 50-es. Hát én tudom, meg is állhatunk. Lassítsunk, jó? Lassítsunk, meg is állhatunk itt, várjuk meg így. Még túl is le kell majd menjünk jobbra, hogy addig megállunk. Addig én fel is olvasom a... Várjátok? Fel is olvasom az 1259-es Töri fejtágított Berke Tatár Kán szövetséget és dinasztikus viszonyt ajánl negyedik Bélának, aki ezt elutasítja.
itt jön már szerintem. Igaz? Itt látsz minket. Igen. Aha. Jó, akkor mehetsz lefele, nyugunk jobbra. Mehetünk lefele. Mehetsz, aha, mehetsz. Nagyon koncentrálok. Jaj, ne állj meg! Ó, mondom, hogy... Bocs. Nem baj, csak... Látod, ez az, hogy az autóval nem tudom miért állt meg, de ő nyilván gyorsan meg tud állni, csak én nem tudok olyan gyorsan megállni, ahogy ő megállt. Uh-huh. Csak én meg közben le is fulladtam. Se tudom, miért érdemes venni követési távolságot. Hát jó, de itt a kanyarban én is próbáltam gyorsítani, mert hát így is olyan lassan tudok, és... Igen, mert felfele halad. Várjunk, mert jön egy kamion. Várjatok, jön egy kamion. Jó. Elengedjük. De hogyha felvezető kocsként van itt jelen, akkor miért nem megy elő? Hát, ja, elő kéne amúgy. Csak nem tudom, hogy ő ismerő, nem tudom miért ült végül, beült egy autóba, hát végül is mindegy, csak neki kell vigyázni. Szia, fasírt! Mert pont ez az, hogyha sokak olyan és mondjuk keresztüződés, akkor a felvezető autó akár le is zárhatja azt a bizonyos útot. Az nagy a... Vagy mondjuk, ha nehéz szállni. De inkább a nehéz szállít. Igen, tehát minden esetre nem jó, hogyha nagyon közel jön hozzánk, tehát vagy igen, tényleg vagy mögöttünk, vagy mit tudom én, csak már így, ahogy most is, hogy tehát megállt előttem, nekem esélyem nem, nyomtam én a féket, nem tudok úgy megállni, ahogy igen, ő megállt az autóval, igen, és meg az, úgy... az a baj a fizikánál, ugye, hogy ugyanaz az erősség hat a személygépkocsinál, mint a kamionnál, tehát nincs olyan, hogy mint az életben is, ha belemész egy picit az autóba, mindjárt kabriót csinálsz belőle. Nem, tehát itt nem. Tehát itt, hogyha neked meg egy picit mondjuk a személygépkocsi, ugyanúgy felborít a picsába. Hát lehet elképzelhető. De én tudom. Pasztalad? De itt most egyébként is nagyon érdekes dolgok vannak, én nem tudom. Valamit nagyon elrontottak, mert mindenfele lehet látni ilyen kis lebegő hát, fuvarokat. Ja, igen, ja, én 90-nál megyek. Ja, igazad van. Igazad van, 80-as volt. De az a vicces, kattani 80-nál megyek 90, és nem tudom utolérni, az miért van? Jó, én 80. Mert jó a dafom. Benyomtam 80-ra. Nem? Itt vagy mögöttem különben, tehát, sőt, még Axelt is látok térképen. Tehát bajni. 80-nál megyek, úgyhogy... Tuti, ja. Vigyázz, jön egy őrült mögöttem, vigyázz, Katalin. Hát vigyázzon ő. Na gyorsan, ha Banhammer mi. Ja. Gyorsan raportoljuk el. Ugye olvasom. Szóval vaj, a Harry-re is hiába írtok rá, aztán nem is reagál, nem is válaszol. Lehet, hogy kihalt a herceg, eltette a nagy lábon. Mi újság lecsókomámmal, mesélj már valamit. Már így... Ja, dolgozik a rop. Visszautazott, igen? Persze. Minden véget ér egyszer, minden szabadság. Ja. Visszafutkos. Így van, hogy túl gyorsan megyünk, aztán hívhatod a mentőket, de te vagy a csetorvos, neked kell minket első segélyben részesíteni, amíg a mentő ki nem ér, úgyhogy készülj el. De amúgy, ahogy elnézem, kultúráltan jön mögöttünk a kék csávókkal. Én 80-ra tettem magam. Hát lehet, hogy ő, egyébként velünk jön, hogyha nem előz meg, mert lehet, hogy csak neked nincs meg, hogyha... Katalin, neked színes a mögöttem? Ő ez a Zelusió lenne, akit... Igen. Vagy, hát igen. Nekem nem ismerősöm. Hát az nem, az nekem se ismerős az a név.
mert nekem a legfeltűnőbb szín van a térképen, az is a sárga. Szia Mark, YouTube! Tomega. Hello! Van egy ismerősöm, aki... Nagyon sok, haverom DC-be bent vagy. Ja, hát persze, küldje majd meghívót. Axel, te is annyi Discordon vagy bent, ami szinte fölösleges, meg én is, tehát... Nem hát jó, hát majd látjuk, hát hogyha... Köszönöm szépen a feliratkozást! Ha tényleg felesleges, akkor... Akkor majd lehet, hogy egyszer csinálunk egy nektakarítást, de hát majd látjuk. Szevasz, Kori! Viszont nem halt meg, azt tudni. Köszönöm Takó Dávidnak a feliratkozást. Mivel az Instagramos üzeneteinket látja, csak már nem is válaszol. Mi az, hogy nem válaszol? Ennyire besértődött a Harry? Vagy elfelejtett magyarul beszélni? Kárnak az angolit. Nem tudom, Nikung Fu streamál vajon? Nem tudom, melyik megy autóval, de mondjuk ez így eszembe se jutott. Lehet, hogy igen. Ugye megnézem, mert ott van egy kis jelzés. Nem streamer, mert ha kaptam volna az értesítőt. Egy telefonra nézem. Hát nem hiszem, mert... Igen, mert nekem se jött értesítő. Jó lenne, ha értenék németül. Hát... Te tanulsz németet, Andris, te tanulsz németet. Lemegyünk jobbra. Tehogy tanulok németet. Azt mondja, valami lesz három. Akkor. Hát ezt el én is rájöttem, hogy mit írsz, hogy hallod. Valamelyik hotelben lesz egy nagy csapatás. A Volvo-ból kisporolták a babyt a GPS-t, tudni? Jöhetsz, Kori. Csak nem tudom, hogy DLC-d van-e, mert most Franciaországba megyünk. Nem, közben. Igen. És az nem biztos, hogy oda tudsz jönni. Ops, ez itt útlezárás neked is? Axel. Ott volt valami, igen. Ott volt. Mindenki. Ja, megvan mind, Korinak. Hát akkor meg... Volt. Akkor jöhetsz. Hát ugye mondom, hogy körülbelül hol járunk. Itt tudom mutatni a térképen, hogyha látod, ugye Zürichet nem régen hagytuk el, most nem látom még, hogy mi lesz a következő város. De menet közben hogy nézed a térképet? Hát az F5-tel lehet kicsinyíteni, nagyítani. Tehát ja, csak ilyen kis picibe az, és akkor egy kicsit nagyobb szeletet látok, majd felülről látom a kis GPS-izét, és csak ennyit látok én is, hogy már Zürichet elhagytuk, és nem tudom, hogy mi lesz ott a következő. És az a baj, hogy most még azt se látom, hogy ja jó, hirtelen vissza kellett nagyítsam. Dizsomba, beugrunk egy kis mustárért, Katalin. Még egyszer, Dizsomba. Ja, Dizsomba, beugrunk egy kis mustárért. Ja, dehogy. Nem tudom, én annyira nem szeretem a dizsoni mustárt, vagy nekem az olyan nagyon... Én a mustárt sem szeretem. Én szeretek az édes mustárt. Hú, azt nagyon szeretem. Én szeretem a csípőset, csak a dizsoni az valami más, tehát az nem tudom. Én mondom, én az édes mustárt szeretem. Biztos nem vagyok elég. És azzal a fehér kolbászkával, azzal a osztrák kolbászkával. Biztos nem vagyok elég ingyenc, de nem szeretem a dizsonit. Hát mi benn vagyunk, Kori, Katalinnak a Discordján, de oda nem tudsz bejönni, hanem a 19-es, itt látod a 19-es CB-re, hogyha kapcsolsz, akkor az X-et, hogyha nyomod, akkor a CB-n tudunk beszélni. Ha kell valami, csak hát most hárman streamelünk itt, ugye Andris is, Katalin is, meg én is, és túl nagy hangzavar lenne, tehát így úgy szoktuk ilyenkor csinálni, hogy ilyenkor nem tudtok bejönni. És megjött az emlegetett emberünk, szervusz drágám, de különben be is jöhet. Itt van Lecsó! DC-re? Ezek szerint. Szevasz Gecsei László. Hát megvan mindegyik DLC, Laci. Szia, Gamer Bandita! Ez egy csetolvasós kanyarodás volt. Mustár a hűtőben, így van. Ez még mindig ott. Lemegyünk jobbra, megint. Aha. Nincs a beépít a GPS egyébként. Vagy komolyan. Thank you.
Ez a legfelső, tehát a szimuláció 1-es szeró. A leges-legelső. Mi a legfelső? Andrison, minden rendben? Itt mögöttem? Persze, itt vagyok. Katalin mögött vagyok. Katalinnál is, Andrisnál is megyél bár a stream. A másik piros. Sárga, az a piros, az meg az úr. A másik sárga, meg az Axel bágy. Szia! Axel bágyan. Jó, tudom, hogy szereted a faluska. Itt állt egy faszi az út szélén, hallod? Öngyilkos jelölt, öcsém. Igen, nekem csak nem, lehet, nem zöld lehet, volt, mert akkor az lehet, egy világító zombi volt. Nem tudom, én hallom. Most egyébként Katalin, nagyon fáj a szívünk egyébként, mert hogy hamarosan megérkezik az Alpha 18, és 5000 feliratkozónádnak csak kulcsot hozzá. Micsoda? Még egyszer? Érte. Hogy? Hogy augusztus 16-ig a nagyobb streamereknek odaadják a Alpha 18-hoz a kulcsot 7 Days-ben, és hát nekünk nincs annyi, és nem tudjuk streamelni. Miért? Amúgy nem lehet megvenni? Nem. Vagy mi? Hát az, tudod, odaadják, ez ilyen elő streamelésnek, tehát hogy ők hamarabb streamelhetik, mint más, tudod, és... Aj, nyikung fu! Igen. Beállsz elében? Decemberben kapjuk meg elvileg. Aha. Emiatt ezért hova kell? Legalábbis a kulcsot, akkor úgy kérdezem, ki adja a kulcsot? A készítők. Hát a készítők. A kiadó vagy a készítők? Nem. Szerintem a készítők. Hát van ez a Funpimps nevű cég, az készíti. Uh-huh. Hát hogy most milyenek a jogviszonyok, nem tudom, de hát ők a gyártók, vagy ők szerepelnek, mint készítők. Uh-huh. Jaj, értem. Írtál chatre, csak én meg összetöröm magam. Láttad, és én nem is olvasol annyira chatet. Szia, Bius! Szia, Bius! Nem úgy sem tudnám most a chatet olvasni, mert nagyon koncentrálok. Igen. Ne menjek neked, igen. Látom. Hát az mondjuk jól is teszed. Igen, mert az Axel az belassul. Hát igen, de mert be van... De mondjuk most kapu lesz amúgy is. Igen, csak be volt tempomat téve, és nem tudom, hogy az emelkedőn valamitől belassult. Jó, de kapu lesz, a két bal szélsőn lehet menni. Gyorsabban. Velünk van? Nem. Hát, nekem kék, de nem tudom. Jó is, Feri, dolgozol? Nem tudom, nem hiszem. Szia, Bius! Szia, Black Wolf! Neked még farkasod is van. Szia, János! Meddig megy? Hát most jelenleg Nantéba haladunk, ugye? Jól mondom, Nantéba? Igen, és ez még 850 kilométer. Honnan is indultunk? München? München. Igen. Münchenből indultunk. Tehát nézd meg azt az útszakaszt. Köszi Tamás, hogy itt voltál. Ahol tudsz, ott csatlakozhat. Nem. Hány felüli van még a csatlakozhat? Jaj, közben itt olvasod. Látom, azért is fékezett.
De azért drágaságom, lopik a fenekedbe, mert azért egy 3-4 perces simán bejöttél volna DC-re, de nem baj. Vese gyere, Isten ments, hogy itt legyél. Á! Hozzám se köszönjön be. Á, nem, 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 elfoglalkozom. De különben már napok óta kapom a fejeléseket mások. Hát, mi van a lecsóval? Be nem tolná az orrát, stb. Ugyanúgy kapom Timex-től, Gebbétől. Shadowról meg nem is be. Szia Tamás! A XL lehet, Kori. Igen, így van, ez XL lehet beszélni. A Nikonfu. Nikonfunak nem... Hallottak? Ja, most halljuk, jó. Hallottunk. Én csak sistergést hallottam. De utána viszont én hallottam. Először sisterget, de aztán megszólalt. Igen. A megszólalást hallom. Ops. Az majdnem fatva volt. Aha. Igen, majd megmutatom a kamion. Csatornát szerintem azt, hogyha kimész így szerintem a tabbal, csak én most menet közben nem akarom azt csinálni, de és akkor itt nyomsz egy jobb egér gombot, akkor ott van az ablaknak az alján, ott van a kis fogaskerék, és akkor én szerintem csatornát ott lehet váltani, szerintem. Szia Csaba, köszi, hogy itt voltál. Igen, úgy lehet. Szevasz Gaming X. Mi a következő város? Na mindjárt megnézzük. Hát majd, hogyha meglátom, mert ott van valami felirat. Az hát A36-oson haladunk végig, az a lényeg. Hát igen. Akkor, hogyha a térképen mondjuk ránézel, te álló helyzetben, vagyis ránézel a térképen, szerintem Dijon lesz, mert jön a vége. Valószínűleg Dijon lesz a következő város, ami alatt elmegyünk, az lesz az. Tehát Dijon alatt megyünk itt el. Itt már lehet haladni 9-nál, buli. Ja. Nem, Nikon, ne. De ha csak trollkodni jött, akkor annak nem sok értelme van egyébként. Hát elég, csak hátulról. Csak az autópályán előre kell menni, és akkor mindig húzza rám a kormányt, mint hogy le kéne kanyarodni. Nem akarok lekanyarodni, egyenesen akarok menni. Nem, csak a streambe akar szerepelni, de ez így kurvára nem jó. Tehát ez olyan dolog, ha nem streamelné, biztos nem lenne. Egyébként lehetséges, igen. Nem lehetséges, ezt tudom. Fogva a rostásban. Biztos. Tú, ezt hallod, soha nem felejtem, amikor Nedi egyszer streamelte az ETS multit. Tehát ki is hirdette, lehet jönni, stb. És annyian voltak, és olyan szinten, hogy szembe jött vele a kamionos gyerek. Csak azért, hogy szerepelhess baszó streambe, érted? Uh-huh. Szembe. Ugye én is már kaptam. És elment mindenki mellett, és rá, amikor ideért mellém, akkor rábúzta a kormányt, és az autópálya közepén így szemből nekem jött. Tehát ilyen volt nem olyan régen. Nem tudom, de nekem sose volt ez a vágyam, hogy minden áron szerepeljék ezt. Hát, hányszor láttál már olyat, amikor... Olyat hányszor láttál másoknál, más streameknél, hogy mondd már be a nevem, bemondod a nevem. Ja. Tehát ezek ugyanaz. Ez ugyanaz, aha. De csak köszönsz neki, akkor is úgy mondod a nevét. Meg lehetek, Madi. Hát jó, de már, ja, hát igen, csak tudod, akkor van egy 100 000-es feliratkozós valaki, vagy, hát, és akkor annak mondja be, az nem fog név szerint köszöngetni általában már, nem is tud. Hát nem vagyok egy-két helyen moderátor, és esélytem. Tehát ilyen név már van, tehát szia, van. Hát ezt úgy szoktuk, például az over. Mondd be a nevem, szia Ferenc. Ez a mondd be a nevem, és akkor egyből törlés. Ez a takarítás általában, ha nagy ritkán be tudok hozzá nézni. És az a rengeteg törlés, sokszor van ott 5-6, de annyi munka van vele, hogy rengeteg. Volt a streamer,
megkapta egy héttel hamarabb az FS 19-et, 1100-an néztek, és ketten voltunk moderátorok, és így agyrákat kaptam. Szevasz, Geri S. Azért az alatt, mert nincs addig fuvarom. Várj, hogy tudok jönni. Jó, van semmi gond. Köszönöm a feliratkozást XGamingX-nek. Igen, bemondod. Bemondom a nevedet, Jaj, hát mi még bemondjuk, mert mi azért megköszönjük, hogyha valaki feliratkozott, meg mindent, tehát mi azért még... Csak hát biztos van egy olyan szint, amikor már annyira pörög a chat, hogy lehetetlen követni, szóval már nem... És ezért szoktál berakni a lassítást, amit te mai napig ellenzel, hogy felesleges. Hát én nálam még, azért nálam még felesleges. Hát elképzelhető van az a szint, de hát addig meg valószínűleg sose jutunk el, de hát az... az már megint más... Jó, de hát most azért még azért ezt azért most főleg így kamionozás közben azért az ember oldalra tud kukucskálni, mert nem minden játéknál, tehát a múltkor volt, azt hiszem Fate to Silence játszottam, és pont Katalin bejött a chat, és akkor mondja, hogy én amikor, vagy csak hogy is mondtad, hogy amikor csak otthon egyedül játszom, akkor is végig beszélem, vagy nem tudom, amilyet mondtál, de tényleg az annyira leköti az embert, az megint más, tehát ott tényleg alig tudom olvasni a csetet. Vagy még a Seven Days to Die is olyan, hogy mert ott mindenfele nézel, kraftolsz, mit tudom, és megint más, de itt például hát van egy kis egyenes szakasz, hogy valami, akkor nyugodtan tudod a csetet olvasni, az megint másabb egy kicsit. Sőt, még jobbra is tudok fordulni, és közben így. Ja, nézel a tájat, talán. Így van. Van egy jó kis táj. Már most lassan a vacsorára. Úgy gyerekek, beolvasom, amíg tudjunk 1260-nál tartunk, törő fejtelektől Bréma belép a Hanza szövetségbe, a kereskedő városok szövetségébe, Észak-Európában és a Balti térségben. Hát most nem halt meg ezek szerint senki, de azért nagyon sok háború szokott lenni, szinte minden évben van valami. Akkoriban nagyon sok háború volt a hatalom. Hát nem, azért most is van, csak már most már immunis vagy. De, mert tényleg bemondják a iradóban most is, hogy ez meg az meg amaz. Jó, de hát azt is nézd meg, hogy milyen országok háborúznak, tehát akiknek általában sok pénzük van, és unatkozva. Hát, mi ez a pörgés? Szia, Mark! What? Jaj! Csoda! Látom, Axel is olvassa a csetet. Ja, én most kívülről nézem a kamionomat menet közben, és körbeforgattam. Jó, most akkor Axelt egy kicsit lehagyjuk. Nem, csak körbe néztem, már új festést kapott megint live előtt. Megcsillant a nap fényében. De hogy csillant, csak mennyi más ne okoz balesetet. Igen, Ferenc, a legyó csak ősszel tűnik fel, mert akkor van a szezonja. Nagyon szépen köszönöm a támogatást a Rózsaszín Kecske Gamesnek. Köszönöm szépen. Óvatosan az utakon írta. Én óvatos vagyok. Megmondom megint, hogy hol vagyunk. Dijont elhagytuk, nem tudom mi következik. Ha térképen meg tudod nézni, Dijon mellett eljöttünk. És igazából... Na látod, például egy kung fu ilyeneket készítettem, nem tudom is írhatnám be a csetre. Amúgy. Annyi segítségünkre már lehetne. A másik, ha rólam akar valaki megtudni valamit, engem keressen, ne a hátam mögött kérdezősködjön. Hát így, ha megnézed a térképet, Dijon mellett, itt megy az út fel. Lecsújjunk a Katalin. Aha. Szia császárság, Jószofki. Ez a név, hallod? Imádom ezeket. Megint más, így van. Egyébként igaza van Lecsónak, teljes mértékben. Ja. Ugye azt Lecsó üzente, hogy ha róla igen, akar valaki igen, megtudni? Igen. Ja. Igen. Hát elmire ráírok Facebookon, és akkor ha olyan elmondja, ha nem, akkor nem. Zaklassuk így minden nap, beszéljük meg. Zaklassuk úgy minden nap kérdésekkel. Ez az. Mi van veled, Lecsó? Semmi? Mi a faszom van már vele? Van meg. Ez a...
Ezer éve, tudod. Ti Ádám. Ó, Lecsó, ha tudnád, milyen finoman főz az asszony. Kipróbáltam, voltam az éttermében. De... És kiderült, hogy... Aztán utólag kiderült, hogy nem is te főzted, de nagyon finom volt az élet. Meg nem az én éttermem. Ilyeneket nem mondjál, az... Hát ahol hát dolgozol, na jó van, hát inkább, ebből lesznek a... Inkább, tehát ezt visszahallják, hallod? Nekem leszedik a fejem. Ami, hát én csak dicsértelek. Mindenkit küldök oda, nagyon finom. Amúgy jól tudok főzni, mert igen, itt ez egy kulvára értek. A többi... Lehetne soha. Egy paradicsom levest a földről tálalva, egy ilyen létezik a... Paradicsom leves a földön tálalva, vagy valami. Tehát a cooking szimulátorban még nem, ja. Nem nagyon láttam olyat, aki ne tálalta volna ki a földre, tehát... Én arra rájöttem, hogy a cooking szimulátor az majd megmarad nekem, csak nem livestreamelem, hanem videót csinálok belőle. Hát, pedig vicces, nálam aki nézte, az mindenki megborult a nevetéstől, mert azt a sok hülyeséget, amit én is csináltam... Igen, mert ugye rájöttem, hogy nem nagyon van időm streamelni, de viszont néha le tudok ülni játszani, és mint mondtam is neked, van olyan, hogy igen, végig dumálom az egész játékot, még itt magamba is, meg szidom még sokszor a kurveget is. Aztán rájövök, hogy én voltam a hibás, de egy... És tehát inkább fölveszem, és összevágom, és akkor mit tudom, én két napot kirakok belőle egy-egy társrészt, tehát... Jó, hát pont úgy én is Szentefejtől kaptam meg a cooking szimulátort, és kérdezi itt a cseten olyan nagy viccesen, hogy Axelnek megvan a cooking szimulátor, mint ha nem tudná, őtőle kaptam. csak hát ugye egy adást csináltam, aztán jött a nyár, nyaralások, minden, és egyszerűen elment egy teljes hónap ilyen. Meg YouTube-et találkozom. Úgyhogy lesz folytatni akkor, okay, mindenképpen majd. Oké, Anki, ez hogy itt voltál. Így van, Axa, youtuber találkozó. Ja. Hát Feri kimaradt belőle, de majd... Azt mondja a Lecsó, hogy de lehet, hát kössen félkel valamit. Ez így van. Mert ha annyira ki akar maradni az emberektől, ez a... Franciába vagyunk. Francia. Gecsei Laci. Én is most tudok csak streamelni, mert nincs itthon az öcsém, aki idegesítsen. Hogy ne lenne, Csaba? Oda is kell csetorvos. Ja. Elvághatom az ujjamat, meg minden. Főleg ezért a papíron, igen. Igen, sőt, hát ott is vagyunk már, tulajdonképpen Franciaországban vagyunk, mert ugye Dijont hagytuk el, nem tudom mi következik, de hát ugye már Franciaországban vagyunk. Kacsa, azért hangosabb az Axel, mert ő pasi. Ja, de ebből kifolyólag, várjál, ebből kifolyólag a férfiaknak mélyebb hanguk van, tehát ami azt jelenti, hogy nem buzis, mert ha véknyabb hangja lenne, akkor olyan más lenne. Hát ha akarjátok, én tudok így is beszélni. Látod, és már mindjárt halkabban. Ugye? Na, tessék. Szia, mami. Soha. Nem, mondjad neki, szia kis kacsa. Szia kis kacsa. Látod? Ez gumikacsa volt? Igen. Hát, időszámítás. Hát, így hozzám szólt volna, akkor így... Na, fizető. Szabasáltam volna. De írjál csak. Tehát... az, amikor már 20-gyára is... Jaj, nyomjad. Bartolos Kálmánnak köszi a feliratkozást. Ez is ilyen nem fizetős? De fizetős. Hát fizetős, úgy, csak... Úgyhogy a pénzt átállat, légy szíves, jó? Ja. Csak nem mindegy, melyiken mész. Szevasz, Dad! Akkor azt már neked adnám Katalin, borravalóként. Ez gyanús volt, igaz? De hát tudod, van egy... Ez egyébként már elmondtam a múltkor is, hogy ugye én... elég idős vagyok, már ugye 96 éves elmúltam, és még az első világháborúban, amikor a taposoknál ráléptem, akkor tudod, elvitte a dolgokat, és tehát nekem be kellett tegyek egy ilyen rezonátor. Tehát manapság elég jó csipek vannak már, szóval elég jókat gyártanak, mert ha ezt kiveszem, akkor ilyen a hangom, de ha beteszem, akkor ilyen, tehát és ezt így csinálom ezt a hangot. Így. Azt javaslom mindenkinek. Ilyen vén faszokkal.
Szavasz Péter, Matkovics Petitnek köszönöm a feljelentkezést. De hát muszáj, tudjátok, hogy ne érezzék magukat egyet. Szervusz Tamás! Van maláj? Van, még mielőtt meg... Ne! Igen, Tremmel, Tomi, van valami ruha rajtad, Tomi? Vizuális típus vagyok. Ahol én is ott vagyok, ott is ott van, tehát már falra mászott tőle. Igen, a hangomat ezt lehetne egy kicsit... De hogy arra érted? Mindenki elalszik a hangomon, Csaba, lehetne rajta egy kicsit javítani? Na jó, van. Szóval csak nem értettem, hogy mire írtad. Tudod, ismered az arcom, ez a... Ja, jó. Közelünk egy nagy kanyarodáshoz. Örülök neki. Egyébként. Belső sávba. Bordeaux felé megyünk, gyerekek. Nem tudtam már, milyen színt válasszak. Kiderült, hogy Bordeaux lesz. A kékből lett. Bordeauxba. Menjünk Bordeauxba. Lassít. Nyárjon. De hát tudod, drágám, pont ezért én a... Mert nekem sok mindent meg kell magyarázni. Ezért vagy te mellettem, mint férfi, hogy megmagyarázni. Ludu. Ludu. Ezt már egyszer megelőzni, nem? Ő is megelőzött már, igen. Hát... De miért? Hát van az úgy. Lehet, hogy... Kiszárt, pisilt egyet valamelyik fánál, fatövébe, aztán megy tovább. Ja. Ki tudja. Áttízesen haladunk, gyerekek. Ki tudja. Most még egy fizetős kapu. Lesz egy megint, és úgy látom megint a bal szélsőkön lehet átmenni. Miről odaére, nem érhetőleg lassú. Van maláj, azt mondja Lászi, van maláj. Simán meg tudod csinálni a hangomat, az jó lesz. Beszélni, Katalin, valami beszélni. Hangszálakat kéne beműteni. Katalin, beszélni. Volt egy olyan srác is, hogy mindezt akarod beszélni. Végig a jobbészség ezt ugye komika ma is lesz teletes, minden ősz a kamera előtt. Jaj, elfejtettem nézni, hogy merre kell menni. Annyira néztem a kamionomat szemből, meg titeket, hogy a végén elfejtettem itt akkor majdnem rossz irányba. Hát igen, 96 évesen már csak a kamionottal álljult. Igen. Amúgy csak hülyéskedek, fölnevetem szám. Ő nem olyan. Ja, nem. De egy 96 éves, én meg értem én, értem én az igazságra, soha nem voltam, nem haragszom te. Szia, Dad. Thank you. Akkor még nem ismersz. Akkor nagyon hülye vagyok. Nem hallgatsz, leszed az elér azt a króm izébizét, igen? Ferencem számodra, vagy számomra a kérésed, parancs. Megnémult a bot, mert nem akar megszólalni. Szia, kukacom! Itt a kukacom. Beírjátok, és már a lányom köszönt is neki, azt mondja, szia, kukac! Hogy nem indítottam el? Szerintetek nem indítottam el a botot? Ez lehet. Nem tudom, milyen lehet. Botot? Hát a chatbotot. Járó botot? Járó keretet. Lehet, hogy a chatbot nem elindítottam. 96 évesen már csak járó keretet. Műszakira vitted? Ami teljesen meghalt, tehát hogy régebb verziót tudok betölteni. Jajajaj. Excellent, jaj, remontod, nem... mikor jött a műszakira? Hello. Na, csak megy ez. Ugye Ferenc? Akkor csak nem némult meg. Az, hogy a webpájnál érdekel. Igen, de volt már tudakozó is, már olyan hangom, most jut eszembe. Nem némult az, meg jó az. Ha? Jönnek már lúcok. Kataja a háza? Megjelent a kukac, egyből a lúcra gondoltam. A 4762. tégla küldés ideje 19. Mi az, itt hagyod a csatamezőt? Csaba, de valaki megsérül, mi lesz? Köszönöm szépen a lócot! Az így járt.
Hát Feriék lehet, hogy tudnak neked Ferencék segíteni, hogy mit csináljál vele. Mivel? Amit írja Tomi, hogy valami gondja van, újra telepítette az LTS-t most az előbb, de azzal se lett jobb. De lehet, hogy benne vagy a bétában, nem? Ki kéne jelentkezni a bétákból, valamilyen marhaság lehet szerintem. Elképzelhet. Ha újra rakod is, akkor se jó, tehát mert akkor van, hogy felteszi neked a rendes, tehát azt a változatot, ami jó. Ezt próbáld meg, hogy kijelentkezel a bétából, hogyha megnézed. Nem integet, mondta kisasszony, mert játszik egy új játékkal, amit vettem neki számra, ilyen állatokat kell megnyitani. És most abban van belemélyülve. Kicsoda! De a Dend Gamers live csatorna, szia neked is! Dead nálad Games. A legjobb a hang. Szia Dead. Hát meg a webcam is nála jobb, mint nálam. Szia 87! Nekem nincs is. Ti most akkor 87-en vagytok, vagy? Én csak bejöttem egy körre. Szia Csoban! Azért haladok középen ilyenkor, de hókobászot átszel. 96 évesen eltűnsz mellőle. Olyan vagy, mint egy gyerek. Megnézte, vittem egy feketét. Itt amely feketét a kúton. Na akkor gyorsíts el, 90 jó? Nem tudom, mivel lehet amúgy a DAF-ot, mivel lehet még gyorsítani. Én váltókból a 12-es helyet 16-osat tettem. Nem tudom már, mivel lehet gyorsítani, de nem... Hát ennyit bír. Te mit tudtál rajta fejleszteni, Katalin? Én? Nitrót. Itt füstöl a kibufogó. Dániel, te... Na mindegy, szóval ennyi. Jó, én nagyon szeretem, nagyon szép a belseje, szépen kifulloztam hát, amit lehetett. Tényleg hát ez szép, az, hogy a szépségre még. Én arra mondják, a szépség és a szörnyeteg, vagy mi se tudom. Nem a tunikra. Én mindenből próbáltam, jó, de hát nyilván eleve nincs benne az a lószám, ami mondjuk egy Scaniában van, azért nem várhatok tőle olyan nagy csodát. Nincs annyi lovacska benne. Úristen, mozzak a helikopter, úristen. Szevasztan, Tremmel! Hát ez egy olyan kérdés, amit... Jelent. Hát jó, hogy... Egy olyan kérdés, amit nem is szeretünk, hogy a szót megemlíted. Úgyhogy mi nem beszélünk már róla hónapok óta, a nevét se ejtjük ki, és aki mégis kiejti, arra is rászólunk, hogy ne ejtse ki ezt a szót, ezt a nevet. A következőnek ban. Nem ban, de hát... Mi se tudunk Maxum egyébként terörül. Semmi, de nem is akarunk, mert szóval megkapjuk, hogy a háta mögött beszélünk róla, nem akarunk. Axel, elbassz. Ilyenkor azt kérdezem, miért? Tessék? Ilyenkor azt kell visszakérdezni, miért ki jön? Kiről hát, jó, de én most próbálom elmagyarázni, hogy nem tudunk nem semmit, de nem is akarunk. De nem így is akarunk, van, nem és kész. Axel, ne magyarázkodj, nekem is mondtad 620 millió, szóval ne magyarázkodj. Te sem magyarázkodj, fölösleges. Így van, amit akar, maximum aki akarja lefspinelni és kész. Ennyi. Olyan jó beálltunk a szia, Hunt Prime! Idegek. Egyébként igen. Szia, gumikacsa, bocs, én csak közben itt eltremmeltem az időt. Tehát majdnem megvan a 420 a nevedben. Tehát... Azt mondta Lecsó, hogy szerint is vén szatyor vagy. Nem, gyerek. Mondtam az előbb, hogy elkobász. Lecsa, ja, hanem igen, is. Igen. Ne is haragul. De azért egy köszönésre átjöhetne azért. Hát igen, én nem haragszom meg érte. Majd én sem megyek be hozzá, hogyha live volt, ha ilyen rendetlen. Nem is nagyon live volt, tehát... Tényleg... Hát de ha nincs kedve hozzá... Tud valamit az új DLC-ről? Már, hogy ami publikus esetleg, tud valami időpont? Hát novemberben fog megjelenni. November körül? Ez jó soká lesz. Tehát ki is van írva azért a trackersnek az oldalára. Igen. Ja. Aha. De Lecsónak meg lesz már szeptemberben, gondolom. Hát, ha akarja. Á, nem. De azért annyira nem bennem. Szia, Lecsó. Nem. Jackyre összekoltam, mi? Szevasz, főkapitány. Szia, kapitány. Toásos Mark Sandwich. Jaj, hagyjuk már ezt. Mert... Fú, én nagyon megharagudtam az öregre. Kire?
Köszönöm szépen a feliratkozást. Hát erre a Elek Zoli bácsi vagy. Nem beszéljünk róla. Figyelj, nincsen vele semmi baj, mert tényleg aranyos az öreg, próbálja csinálni, próbálkozik. Pedig Krisztófer hát az a probléma. Feliratkozást. Hanem azt, hogy tudod már, mikor a debreceni céget olyan szinten reklámozol, hogy megáll a videó, beteszi reklámnak, három helyen is arra 10 percre, tehát hagyd a könyörgöm. Hát onnan csorog a pénz. Oké, hogy gyorsan lecsaptak rá, hogy szponzorálják, tudom én csak azért, hogy őket reklámozzák, de ennyire? Tehát ennyire eladta magát az öreg? Hát igen. Ha úgy tűnik, akkor valószínűleg igen, eladta magát. Hát persze. Jó, persze, mindenki eladja magát valamilyen szinten, de ennyire? Tehát, hogy már nem is saját magát utassa, hanem a szponzor cégeket. Tehát az van előtérbe. Érted, mit mondok, Andris? Aha. Tehát ettől nekem hány ére van? Szia, Máté Ambrus. Én lecsóva ezt a román török, nem tudom micsodás DLC-t. Azt úgy hívják a Black Sea egyébként. Akkor fekete tengeres. Ha jól emlékszem, de úgy is leírja pontosan, hogy mi a neve. Jó, de hát ahogy... Azok szerint mindenki tudta rá választ, hogy novemberben, ezt csak én nem tudtam. A közben olvasok már, mit írtatok. Mennyivel mész 60-ig, mert akkor úgy megyek a mögötted. Most egy kicsit lassítottam. 90-nel megyek. Meg 90-nel haladtam én is, csak hamar beért. Majd november, addig nem gyűn semmi. Úgyhogy most 85-re állítottam be, de aztán majd mindjárt fölteszem 90-re. Na, itt jön egy kis konvoj. Ugyanazt viszik. Mindenki ugyanazt viszi, de jó. Ha jó, ha nem jó. Elvittek egy pár hajót. Már elment. Ott a hajókákat. Már elmentek a másik oldalt. Vitték, igen. Na, mondjunk tovább. Tállítottam Andri 90-re. Én pedig olvasnék amúgy nektek. Okay. Köszönöm szépen, kacsam, hogy jól vagyok. Még holnap pihenek, aztán megint folyamatosan. Én pedig olvasok nektek gyorsan, amíg még látom. 1261. Töri fejtegítő, 4. Sándor pápa kiátkozza a flagellánsokat. A középkori mozgalom volt, bűneik vezeklésről a testüket naponta ostorozták. Ezt esküszöm, már olvastam. Ez volt már egyszer. Ez az ostorra emlékszem. Majdnem belementem a szába. Már csetet olvasom. Mert a Töri fejtágítót olvasom itt. Jaj, jaj. Nagy kupi az öreg, vigyázz vele. Igen. PC Hunternek össze feliratkozást. Hát nem tudom, mit értesz az alatt, Máté, amúgy, hogy a sima pálya. Hát DLC, tehát egy kiegészítő, mert Franciaországban vagyunk. Már csak majd a Black, a fekete tengereset kell majd valamikor beszél. Hogyha novemberben jön ki tényleg, akkor... Na, fék. Igen, Lászi, a videóinfóról beszélek. Balszi a sők. Hát tényleg az az az... Szia, most Punci! Itt a Punci! Én csak pöcöknek szoktam inkább hívni, az kevésbé. Mi? Hát maradjunk már a tényeknél. Lyuk a köbön. Kész. Ezzel irányít komplet férfiakat, mi? Jó, mehetünk? Mi a célállomás? Kérlek szépen Nant. Nant, és az elvileg mikor érünk oda? 61 km, tehát már mindjárt ott vagyunk. Ezt jól lezúztuk, itt addig beszéltünk. Ki beszélt itt ilyen sokat? Vagy elraboltak az UFO-k, vagy mi történt, hogy olyan tényleg... A gumikacsa szerető gazdát keret. Valami 1200, vagy hány kilométer volt, és most meg már csak 65-55. Viszont gyorsan ide jártunk. Most Katali, majd nem megszólaltam, de inkább nem, mert szeretnék családbarát maradni. De észrevettelek, látlak. Hát, hogy pénzt szereztem? Hát ezt itt milyen fuvarél kapunk pénzt, és akkor így. Szereztem a pénzt. Megdolgoztam érte. Köszönöm szépen még egyszer. Mondom. Egy úr vagy ház, nem? Tatán kíváncsi vagy, hogy mi lett volna megszólalásom? Most mondta a hajótársaság. Keres a kacsát? Lopta. Még egyszer, Andris. Hogy azt mondtok, hogy csak szerető. Szerető, mit keres?
szerető gazdit keres a kumikacsa. Erre azt kellett volna, azt kellett volna erre választani, hogy térdeljél szerest. Azt mondja, a kukasz gumikacsa ingyen, azt mondja. Az már jobbra. Szinte ajándék. Jobbra. Születésnapi ajándék. Majd figyelj, ja. Gumikacsa, kirakod a... kád mellé. Katalin, neked mi a véleményed arról, hogy vagy egy Instagram most celeb, aki a fürdővizét árulja? Mi a véleményed? Mit árul? A saját fürdővizét. Nekem ugye ez nem jutott eszembe. Csak úgy folyatom el a lefolyón. Oh. Hát nekem meg az jutott eszembe, hogy szembe vagy így... Hát... Gyerekek. Tiszta fertő most. Nem tudom még, Tomi, majd meglátjuk, milyen fogalok vannak. Te ki vagy? Hát most akkor megkérdezzük a cseten lévőket. Katalin fürdővizéből venne valaki? Egy kis tégelyekbe árulná. Abból nem igen, mert az egyből folyik le, én zuhanyozni szoktam. Nem baj, ez csak fog már fel egy kis valami ízékbe. Hát, az hogyha... az én niagarám, abból senki nem. Abból csak a csatorna. Vizek ad. Hát csak fog már fel valami kis üvegecskékbe. Pészt adnak érte. Ilyen kis kövekkel kirakott tetővel, masnival, és hogyha lekapcsolod a villanyt, még világít. De jó. Szerinted? Itt van egy nagyobb fürdővíz jobbról mellettünk. Esetleg ezt a fürdővizet nem venné meg valaki? Ja. Például. De miért indexelek? Értem. Van. Biztos van. $60 tárulja egyébként. Nem van. De mit de. Lehetne még eladni? Mondjuk a lenyalt evőkanalakat. Például. Egy jó sütemény után, nem? Katalin. Bármi után, az a lényeg, hogy le legyen nyolva. És a tiéd legyen. Így van. Te már meg is jöttél. Unland. Nem is volt megjött. Hosszú. Azért mondtam én is, hogy szerintem elraboltak az UFO-k, vagy én nem tudom, hogy kerültünk ide, de olyan gyorsan eltelt az idő, hogy nagyon... Ugye? De hát jó társaságban repül az idő, ezt tudjuk nagyon jól. Ja. Így van. Itt lemegyünk balra. Unland. Transport. Ezt néztem én is, hogy ott azok valószínűleg magyarok. Aha. Vagy hunok. Lehet, hogy még itt ragadtak. Hallok, kacsa, itt vannak a híveid. Szevasz Attila. Én is hívem a kacsát amúgy. Azt mondja a Lecsó, hogy ő evett már a katakanalával, azt mondja a Lecsó. Be. Isten. És mennyit fizetett érte? Nem, neki ingyenes. Ő volt a próba, szállam. Unalmas, mi? Jön a sok hülye kamion, állandóan minden nap jön a sok hülye kamion. Ó, kukasz megvenni az egész fürdővizemet, de csak velem egy. Hallod kicsi? És Katalin nélkül nem félig használt fürdővíz, Katalin nélkül eladok. De jobb. De miért ezt nyomtam meg, mikor nekem az entert? Na, csináljak egy faszabéna be. Hát aztán próbálnám meg most. Kávasz. 15 épés bőven elég lesz. Az. Szép zöld lett a kamion, Excel. Hát, próbáljuk mi. Még 90-es csinálod? Kamion zöld. Mindjárt meg. Látod, ott az Excel bácsi kamionja. Látod, most áll befele. Ő egy 90 tépés beállást csinál. Anya meg egy hát, megcsinál. Nem biztos. Dehogy nem, ügyes vagy te! Bízunk benned, 96 éves létezett. 55. Az olyan ritkán. 55 tépi, az olyan ritkán. Ez olyan... kezd újra.
Kezd újra, de mivel 96 éves, hogy elnézzük neked, vén szatyor. Nem akartam más szót használni. Várjatok, én meg... Várjam, én kipakoltam most? De kipakoltam már, ugye? Jól van. Én most pakolok kifele, gyorsan visszaolvaszok. Olvaszok? Olvasok. Szia, Christopher HD! Szevasz, Zsebi! Igen. Igen, tehát az ETS 2 multi csak akkor működik, ha eredeti. Ez így van. Megijedtél, ugye, rózsaszikecs? Én is megijedtem, ne félj. Neked van kocsád, itt van Kori. Kecskéd. Gazdag vagy, már Katalin. Azt mondja, rózsaszín kecske, Kata fürdővize, kárdal együtt eladó. Nézd, mit írt a lecsó, hallod? Azt írta a kukacnak, ugye mivel írta az előbb a kukac, hogy hát megvenné velem együtt, azt írta a kukac, hogy egyezkedjük. De nem tudsz jönni az észére, Kori. Megegyezhetnek, vagy mit mondod? Nem, hogy azt írta a kukacnak, hogy egyezkedjünk, mennyit fizetnél érte, mármint én írtam. Köztünk mindennek vége, ez válók. Nem csak, oda kell nekem bemenni. Úgyhogy... Szia, Danika! Na, induljunk! Sziasztok! Szia, Zsebike, Fanni! Mi az Axel? Nem sikerült levinni? De ide jövök, már Ferenc megbízott egy munkával. Na. Azt mondja, hogy szedjem ezt a króm vackot az elejéről. Úgyhogy ezt megnézzük közelemről. Jó, nem ez a testi is. Ugye, Dead End Games? Ez nem ez az. Szia, Ádám! Ez az, igaz? Nem mond árat, akkor is válunk. Így? Ferikém, írjad nekem így. Hát már ne is haragudj, de hogyha már ilyen gondolatok járnak a fejedbe. De mondjuk én olyan vagyok, mint a jó beépített galam, visszarepülök, szóval. Hogy mást rakhatok, csak ezt nem. Nem is mentem még hozzád, hogy is válna. Nem is ért. Ti hova lettetek? Eltüntetek, mint szürke szamára ködbe bak. Itt vagyunk a izében. A fogas, a villás. Ja, a villás kúsnál már itt ja, én is cseréltem, egy kis, cseréltem egy kis cuccot. Jó, legyen ez. Nem variálok vele. Igen. Na, jó van, és akkor nézhetünk is. Mindjárt megcsináltatom a kamiont, mert lett benne egy kar. Total kár. Aha, köszönöm szépen a felirányzást. Ferry Kém, ez a legkevesebb. Köszi a lájkokat. Aki... Úgy néz ki a kamion, hogy lehányta volna egy alien. Hát jó, egy kicsit zöld tényleg most. Jó, hát most zöld, igen. Ilyen pixeles alien. Milyen pixeles van? A pixeles, hát ilyen pixeles zöldes. Ja, most ilyen zöld van. Merre megyünk, Ecsei? Még nem. De nézhetjük amúgy. Nem tudjuk, merre megyünk. De nézhetjük amúgy. Nézzük meg a fuvart, és akkor legalább halad minden. És akkor utána még ráérünk. Kaunász mögé. Hát majdnem beálltam oda. Elfelejtettem, hogy miért jöttem ide, hallod? Valaki tekerje vissza, hát ha bemondta előtte, és akkor... Körtétek van? De a várost mondja, engem nem a körte érdekel, mert körte van, csak... Nem tudom kiejteni. Pénvézis, hogy mi a francia. Van-e vézis? Az valami olyasmi. Aha. De... Elég hosszú fúval. Itt hol csináltatom meg ezt a szerencsétlen kamiont? Hallod már? Itt, ahol mi vagyunk. Jó, most már látom, visszapillantóval. Menjünk olyan hosszú. Katalin, te meddig tervezted? Csak kérdezem, mert itt most például van egy ilyen 2500 kilométeres, tehát az egy olyan 2 óra még. Az belefér, vagy inkább nézünk rövidebbet? Majd mindjárt nézünk. Jó. Mert nézhetünk egy sima Frankfurtot is, és akkor legfeljebb majd látjuk, hogy utána. Annál hogy? Andis közben mondjad, hogy annál rövidebb fuvart, mit látsz? Hadd nézem a fuvart. Azt mondja, hogy fuvarok. Online saját pótos fuvar. Így van. Így van.
No, Nantes megyünk, nekem itt most 4 oldalt hozott föl. Nekem is. Nekem csak 3. Csak azért Andris nézem, mert ő, neki lehet, hogy kevesebb van, mert ő még nem járt annyit. És akkor azért mondtam, hogy nem Andris nézze. Szia, Lecsó! Szevasz, Lecsó! Szia, drágám! Van itt izé, Litvánba is, hallott, fuvar? Azt mondtam. Igen, csak azt néztük, hogy az, az 2500, hogy mennyi idő fér neked például belekatolni, mert azért az egy 2 órás dolog. Tehát, és nem na. Nézi a csetet, hogy mit írok neki. Mi? Igen, mert az előbb is elbasztam. What? Bordeaux, az túl... Bordeaux, nem látod, mit írtam a csetbe? Igen, olvasom. Visszaloplak víz nélkül, hogy tudjál új fürdővizet csinálni. Így lesz milliómos az ember. Igen. Le van döbbenve. Igen. Hát, végül is mehetünk itt Franciába is éppen, ha már ott vagyunk. Na, itt is vannak. Tehát... Gyertek Burtonba. Itt van minek? Toulouse. Mert meg, nem jön be senki ilyen. Szereltetni. Vagy körte van, panevézisbe, hallod? Azt beszéltük, azt csak ez 2500. Az 2500 kilométer, az hány óra lenne? Hát vagy 2 biztos. 2,5. De inkább 2. Ha 90-nel mentek, akkor olyan 2 óra 20 perc. Igen. Ha minden jó halad. De mivel Lengyelországon keresztül, mentek, utána egészen Varsóig vagy 5 darab fizetőkapu van, tehát ott eleve már lassulsz. Aha. És Genfetek van, Genf? Az, igen, az már közelebb van, így van, mehetünk Genfbe, vagy hogyha lejjebb mész egy picivel, akkor ott vannak ilyen francia városok, van Toulouse, meg ilyenek. Menjünk Genfbe! Jól van. Van Andris, neked van? Van. Virágot, virág. Az virágot. Nekem is. Na, virágot a virágnak. Folyat, akinek lesz temetése. Jól van, akkor Genf, aki hallotta, csapjon rá, megyünk Genf felé. Szia, én el is fogadtam. Én is elfogadtam. A virágot a virágnak, arra van egy jó kis mondás, csak nem mondhatom ki ezt. Genf, megyünk, arra felé próbáljátok meg a barát keresni. Hát pedig itt vagy közel is. Ismét nem Genf. Van még egy percetet, mert én kimegyünk a körben. Haragszatok? Mit csinálsz? Eltűnik fél percre. Fél percre, jó. Kapsz 20 másodpercet. Akkor már 30 letelt, tudom. 25 nézze fel, számolja vissza a múltkor, jövök hazafele, mondom neki egy perc. 20. Nem visszafele számolni a másodperceket, de hamarabb hazaértem. 19 megállt. Én akkor mindegy, drága, 10, drága a benya, de... 8, 7, az is van 6, idő. 5, ne basztassál már, 3, megőrít, nem igaz? 2, 1. Üdvözöljük Andrist! Gyertek. Hogy vagy le, csak beszélgessünk eddig. Na, mire beszélgessünk? Szar a netem, szomszédtól van netem, úgyhogy kicsit akadozok, de beszélgessünk. Beszélgessünk okay. Arról, hogy milyenek a norvég csajok. Nem sose tudom, láttam. Nem tudom, mert vakságot fogadtam. Ja. Annyira szemembe süt a hó, hallott, hogy egyszerűen nem tudok más látni, csak havat. Fehér havat látok. De ott ilyen szőkés típusúak, vagy azok inkább a svédek, norvégok, azok milyen társaság? Tehát a szőkének 3 fokozata van. Van a szőke, a buta, meg a nagyon buta. Tehát itt a buta, meg a nagyon buta van. És tényleg, különböző árnyalat nem lett csó. Így van, és van a festett szőke, az meg már tényleg ultra buta. Következő kérdés. Mi legyen a következő kérdés? És a barna cicák azok úgy... Azok Afrikából jöttek, vannak a világosabb barnák, azok kicsit északabbról jöttek, azok is vannak, mindenféle cica van. Andis, közben gyere, mert 35 kilométerre van még nekem. Én már mindjárt ott vagyok. Jaj, már indultál. Igaz, hogy járat szám, lecsóval beszélgettek, de a kezem is jár a billentyűzetre. Ja, én tankoltam egyet. Telenyomtam.
Hát én majd ezt, amikor felvettem a pótot, utána elmegyek tankolni, és utána megvettem. Milyen pótot? Hát itt húzod magad meg, hát milyen pótot veszel fel? Akkor a rakományt! Nézd, nem lehet sok bónusz, hogy itt. Bocsak, közben bejött egy emberke egy olyan Sand King-gel, ami nekem volt. GTA-zok ja, nincsen gembe fullarod, semmilyen. Azt lett volna a következő tippem egyébként. Hogy? Csak nem GTA-zol, az lett volna a következő. De ilyen csattogós billentyűzettel. Hallgasd? Ez biztos a billentyű. Extra is ilyen van. Igen, ez nem arra gondolsz, amire én gondolok. Mennyire elég? Vagyunk. Nem, vettem Magyarországon most egy ilyen full mechanikus magyar kiosztású billentyűzetet. Mert elég hülyén nézett ki, hogy egy norvég billentyűzet itt le van matricázva magyarra. Ja. Ja. Not. Hogy. Na, milyen autótelepre jöttem? Hát virágokat akarok vinni, nem autókat. Remmel Tomi már egyszer elköszönt, hallod, és kérdezünk, F1-tam. Van ma live? Majd megkérdezi a kukasz tőle, azt mondja, hogy... Hát, most mi nem tudom, hát most ezzel jöttünk se el. Kérdezi Tomi, hogy a saját óttal jobb, de... Igen. Hát jó, nyilván meg kell venni, de több pénz is kapsz. Fogadért. Kérdezi tőle a... Te nem arról volt szó, hogy ám? Figyelj kukasz, a tremmel, az már... Tehát annak ilyen hamar kell, hogy jár. Lecsopadj meg az üzletet. Szia, Mirtil! Mondjad, annak is mondom, figyeltem. Hogy haladsz a GTA-ban? Megyeget az üzlet? Egy, persze, három. Nem mondhatok információkat, mennyi van a frakció száma. Értem. Ez ilyen privát információ. Magánszektor. Le kell kapcsolom a live-ot, mert akarozik a DC. Tudod, milyen stabil a DC, mint a magyar forint. Olyan szinte stabil. Na, mint ilyen körforgalmat talált velem a vasúti sír. A Gecsei a vasúti sínen áll. Köszönöm szépen a feliratkozást. Ja. Na. Ki ez a szép fehér kabel? Én megyek el, most megyek fölvenni a fuvar. Melyik vagyunk először le? Balázs Hargitainak üdvözlöm a koreimben. Jó, nagyon le. Ó. Oh. Szia Tamás. Ugye a hali? Ó. De ugye észrevettem, hogy elég érdekes lehet a RP amúgy. Csak mire megtanulnám, az is egy 300 év. De egy hét alatt belejössz. C.J. Darkness, hol olvast? Hol van? Üdvözöllek neked is. Mi az 929, aha. Igen, az. Megnézzük mindjárt Andrist. Jaj, Andris, várjál, ebből látunk. Ja, itt van. Itt egy Andris fej, csak fordítsd az arcodat erre. Nem tudom. Jó, ezt nem tudom megnézni sehogy. Pedig F. Tamás, üdvözlöm. Csoda. Ez tényleg ilyen. Kata, hol tudnánk csatlakozni? Minden DLC megvan. Felejtettem, hova is? Nantba vagyunk. Nantes. Nantesba vagyunk. Ba? Hova is megyünk? És most Genfbe megyünk. Genfbe megyünk. De most, hogyha akar csatlakozni, akkor itt vagyunk Nantba. Igen, még én is most veszem fel a fuvart. Nini egy Kelly. Szia!
Háló? És az pedig, ahol vagyunk... Ahoj, ez ugye itt van Franciaországnak a bal szélén. Most itt kaloszt szerettél volna utánozni? Egy szelejéből? Csinált? Itt kaloszt szerettél volna utánozni? Azt nézem, hogy nekem itt megvan a garázs, úgyhogy ez nem érdekel. Kész. Dízs, ugyanazon az úton menjünk vissza. Ó, gyerekek. Mi, unod? Ja nem, csak tök ugyanazon megyünk vissza. Tolatva is mehet. Szóval sziakuzza, szia, Fehér Csaba. Tolatva biztos érdekes. Á, igen, ilyen hűtőset. Igen, azért is vittünk hűtőset, mert az fizet jobban. Igen, igen. De várjál. Jó, jó, szépen. Ez nem tudom, jelennek meg amúgy a lúcok? Ez egy jó kérdés, mert ezt... De jelen, valamik jelennek biztos, meg. Csak nem csak nagyon... Nem is az, csak valamiért észrevettük, hogy nagyon belassították. Tehát nem annyi jelenik meg, mint régebben. És tényleg hát itt várnak, rengeteg sok várakozó lúc van, itt waitingelnek, és egyszerűen nem jelennek meg. Képzeld el. Igen, meg ki kellene. Próbálom elképzelni. Én is koncentrálom. Nekem meg kiírt egy angol szöveget a lúc, most arra mindenképp kattintsak rá, blablabla, stb. Mondom, jó, oké, rákattintottam. Várjatok, nagy baj van. Jó. Már megint, hogy változtattam és levette a... Bocsánat, mert most jöttem észre, hogy levette a lámpáimat, minden rohadjon, meg jó, hogy nem dobtak ki innen. Ó, bocsi, mondhatod tovább. És utána kiírt egy angol szöveget. Asztalat. Elmondom Google fordítóval, akkor lefordítom. Hát azt írta ki, hogy hát ha én most mindenképp törölni akarom a Lutz csatornámat, akkor... nyomjak rá. Akkor kattints rá. Jó, én szavaz tőle. Tehát ez a... Én nem. Tehát ez... Nem értem, hogy ez miért. Makai Andornak köszi a feliratkozást. Az jó kérdés egyébként. Ugye a csatorn... Ugye a videóm alatt ott van Andisnek és Katalinnak a csatornája. Ugye ők is itt vannak mellettünk. Ugye Katalin, azaz Kelly néven ott van. Andis itt van mögöttem. És egy like-ra tudtok menni hozzájuk. Még itt átcsorgunk, megvárjuk Kellyt, hogy felpakoljon, és akkor majd indulunk Genfbe. Főpakolt. Halihó, tett a stream, adom, pörög a kamionkerék, azonnal megy a subom, de ne olyan hevesen, gyorsas elég. Köszönöm szépen, megnézem Katalinnak milyen az Hádi. Eleje. Milyenek a krómok a Katalin elején. Ha? Mennyire krómozott az eleje Katalinnak? Neki nagyon krómozott. De tényleg, mert rám nem szóltak, hogy vegyem le, de megnézem, hogy a tied az, hogy néz ki. Köszönöm szépen egyébként. Az ott, majd mindjárt meglátom. Ez telibe krómozott a tied. Ó, az enyém nagyon. Én meg levettem. És olyan érdekes színe van. Én meg most levettem róla. És elközelítettem is olyan érdekes színevel, és elbújt a másik kamion mögé, hogy ne lássam, hogy milyen színem rakom mögé. Erre mondták, hogy összetaknyolta valami alien, úgy néz ki. Te miért a kapu bász? Ne mondjatok ilyet. Nem az, hát azt le... Akkor nem mondtad, hogy... De nem azt vette. Tehát volt egy ilyen... Hát a tekerd vissza akkor, és akkor nézd meg felé. Tehát nem az van rajta. Na, itt vagyok. Aha, ébresztő. Mi van? Hát vagy akkor nem... Akkor nem tudom, mit vetettél le, de nézd meg, hogy mit vettem le. Megnézem ma az elejét. Nem nézd az elejét, inkább nyomd a duplavét. Jó, hát nyomjuk. Mehetsz Katalin előre, gondolod. Vezessél fel minket akkor. Jó. Szerepeljél a live-omba, légy szíves, végre. Na, láthatod a faromat. Ja, gyorsan cseréltek egyet? Egyébként, de mindvégig azt láttam, tehát röpettem, amit mondtad, ott. Több voltak láthatni. Moin, ich wünsch ein gut Fahrt. Szerbusz neked is, Piko Mika. Röviden annyit írt, hogy imád vezetni. De majd köszönöm.
René fele megyünk. Igen. Uh-huh. Szia! Ki? Doerpe 72. Törpe. Majdnem törpét olvastam, de úgy van, hogy Doerpe. Na jó, hát úgy vicces, de én meg törpének kell mondani. Igen? Fá. De a rendőri lehajtó. Autópályára megy. Azaz. Jössz, Andris? Akkor haladj. Vagyok mögötted. Szeretnél elében menni? Nem. Vagy ott lek hátul? Persze. 90-et tolhatjuk. Jó. Így legalább én, hogyha én fékezek, nem lesz semmi bajom, de hogyha Katalin fékez, akkor neked lesz csak egyedül bajod. Ja, itt most 70-es a tábla, mert felüljárom. Ez mit kapok majd, ha véletlenül neki megyek? Kizavar a Steam, kizavar innen a Discord csatornájáról. Én nem, kifizeted a kár. Boldogság van, $1500 lett az órabérem. Úristen. Pedig csak itt állok egy hely. Hallod, olyan szinten örül neki, mintha még tényleg valóságban lenne $1500 az óra. Figyelj, roleplay, hát belekerültünk magad. Figyelj, Katótya, azt nézzük, hogy á, tehát így a roleplay szerep játék, hogy is egy szerveró. Azon kívül bármelyiket szerintem rosszul. Már hogy most melyikre érted, Feri? Az, ami most van rajta? Vagy ami a Kataliné? Tehát az, hogy pénzt keresi a szerveren, hogy meg tudjál élni, legyen autód, vagy bármit, yeah, lakásod, arra az nagyon jó fizetés, hogy itt bent van egy frakcióban, és $1500 kapsz óránként. Akkor most csak kitépi a haját? Nem, ő többet kap. És még így is ő van. Köszi szépen, te. Nem tudom, Kata, erről nem tudom, hogy beszélünk el. Jó. Jobbra lemenjünk. Jobbra, így van. Jobbránál haladunk. Ja, azt nem, azt mondom, hogy levettem. De most amire most van rajta, az jó. Aha. Szia, Hidra lány. Csidrus, szia. Szia, Logan. Wow, itt egy Logan. De régen láttalak. Az ő betű, tehát az nem Logan, hanem Logan. Az így, az a norvég őbetű, vagy a dán, vagy a svéd, a svédek mondjuk két gondolatban. De ő Logan, úgy kell mondani. Oké. Okay. Hát csóta, milyen nyelven kommunikálsz a munkahelyeden, meg odakint? Tehát úgy... Norvégul. Már, igen, ez már úgy megy. Haszolja a sváb. Nem, kínaiul szoktam néha, főleg, hogyha már három felesre nyomtam, akkor már a japán is majdnem megy, de a vietnám nyelvvel azzal még hadilábon állok 5 üveg sör után. És ez mihez hasonlít? Tehát, hogy már azért tudom, kimentél mondjuk egy angol, vagy nem tudom milyen nyelvtudásoddal, vagy német. És akkor teljesen újra kellett, tehát hogy annyira... Teljesen. Nem mondom, hát 20 év alatt, hogyha nem beszélnék norvégul, akkor az elég durva lenne. Kata tanúsítja, az iPhone-om fő volt frissítve iOS 13-ra, vagyis a ilyen terv, mi az ilyen, nem, hú, milyen beta-nak mondják, az ilyen fejlesztői verzióra, és az nem olyan biztonságos úgy a rendszer. És hazamentem, fogtam, beraktam a magyar SIM-kártyát, Kata tanúsítja, ott szenvedtem vele, hogy miért nem fogadja el a SIM-kártyát. Majd lezároltam az iPhone-omat, még szerencse, hogy van MacBook-om és nem Windows, a MacBook-on sokkal egyszerűbben vissza tudta tölteni az iOS 12 verzióra. Na akkor beszart a netbankom, és haza kellett, vagyis ide, nem haza, ide vissza kellett telefonálnom Norvégiába, és Kata tanúsítja, hogy folyamatosan beszéltem norvégul, mi ahogy beszélek most veletek mondjuk. Jó, itt hagytam a picsába. Ez kész. Ugye? Mondom, de furcsán törjön. És akkor te úgyis, tehát már akkor ez 20 éve akkor ezek szerint, és nem tudtam, hogy már ennyire régóta kint vagy, és akkor, tehát ez most már így is maradt, tehát úgy, vagy a nyugdíjas éveidet mondjuk úgy gondolt, hogy akkor hazajössz, vagy kint maradsz, vagy hogy
tervezed most? Az online... online terv? Online terv! Hallod? Istenem! Sok a gépia! IRL tervekről nem nagyon szeretnék most itt beszélni. Ja, jó, oké. Jó, hogy nem tudtam mennyire publikus. Utána majd elmondhatom, de jó, oké. Jó, nem tudtam, hogy ez... Jó. Elég jó terveim vannak a jövővel kapcsolatban. Ja, jó. Megyek! És nem itt... És megveszed azt a kis maláj szigetet, és ott felhúzol egy szállodát. Hát olyan messze nem. Az éghajlat nem tetszik. Tehát az igazság, hogy ott Szesely szigeteknél van egy nagyon kicsike kis sziget, arra fölvettem most a hitelt, és oda fogunk majd leköltözni. Az, hogy mikor nem tudom, és az se, hogy megérem-e, de az a terv. Megyünk, megállunk jobbra. De akkor már kereshettünk volna egy benzinkutatot is van. Hát menjetek, keresd akkor ott. Itt van biztos a közelben. Mindjárt jövök. Ki van mögöttünk? Ja, Gecsei, Laci biztos, de akkor... Hát mindegy, ő meg majd én szerintem jelöljön be minket Steamen, mert ott van a én videóm alatt is ugye a Steam linkem, és akkor, mert most kéknek látjuk, de akkor legközelebb is, hogyha megyünk kamionozni, és jön belünk, van kedve, akkor zöldnek fogjuk már látni egymást, és... És sárgának látni. És ezért is. Jaja. Így van, szevasz, Kosti! Szia, Kosti! Nagyon ki fog kapni. Nagyon ki fogsz kapni? Aha. Miért? Hát a Gyurci írja. Yeah. Hogy Lecsó, nem mondj semmit, mert kikapsz. Ja. Azt hittem azért kapsz ki, mert csak egy szigetet vettél, és nem kettőt, ahogy beszéltétek. Yeah. Bármikor lehet ásni folyót abba a szigetbe, hogy elválasztjuk kettővé. Micsoda? Főigazgató helyettes? Ki a főigazgató helyettes? Nagyon pixeles. Most fog csattogni a mechanikus billeny. Na most kell irogatni. Egy kicsit Minecraftos. Ja, bejött a... kamion. Bejött a doki. Szép estét. Visszajöttem. Ez behúzza a féket. Ja, most már nem. Szia, Gyurci! Tudom, hogy hol volt. Hol? Norikának segítettem. Tudom. Ne hátra fel, gyere! Na nézzük! Már visszajöttem, Gyurci. Szombaton utaztam sajnos. Miért hisztizek? Mi? Miért hisztizek? Miért kapsz ki? Cica. Ja. Mit mond a Gyurci? Azért, mert nem mondhatok semmit a terveinkről. Ja. Ha. Ja, nem is kell, csak azt nem tudtam, hogy ennyire... De lényegében annyit elárul. Kata se tudja. Kata se tudja, de... Nem baj, most elmondja nekem, amit nem tud, jó? Az az egyik tervünk amúgy, tehát annyit elmond. Meg. Igen. Hát csak azt nem mondjuk meg, hogy mikor. Ja. Ez az egyik terv. Ennyit elárulhatunk. A többiről én tudok sem. Meg nekem hát vannak terveim, de hát pénzkérdése minden. De a szigetről, amit vettem, nehogy beszélje. Meg az se, hogy a markológép már ott van, hogyha el akarunk válni, akkor csak vágunk egy folyót vele. Oké. Nem, hát a folyóst vettünk direkt. Pont az, hogy ne kell kiadni azt a kurva pénzt a markolóra. Tényleg. Duda a nagy folyója, nem? Mi? Miért? Én nem a Margit sziget. A Margit szigetet már alattam. Az már másik. Nóri, leesz el! A Margit szigetet már mi azt eladtuk, nem emlékszem? Ja, tényleg, az a Vitya vette meg, vagy kicsoda, vagy ami Lőrincke? Hát a...
A Maldív szigeteknél van egy szigetcsoport, és onnan vettünk egy kis szigetet. Arról senki nem... Igen, igen, a mandarina neve. Nem baj, Andris, ne foglalkozzál velük, mert ők most itt nagyzolnak, de én majd veszek neked egy áda szigetet, aztán élhetsz ott. Ja. Azt hiszem, egy csillagot veszel nekem. Szia, Kosti! Szia, kaptain! Sobere in hello! Kapitány! Ő a főkapitány! Jó! Ő az eredet. Én próbáltam kejteni a nevedet. Gyurci, vannak milyen messzire költöztetnéd magadtól Katát? Csoda! Szia, Gergő! Ha láttam, bedzinkutató alkibájátok. Én akkor fogok lottozni, Gyurci, amikor tele megnyerem azt a lottót, ötöst, tehát... Soha. Dehogy nem. Nem, ez fordítva működik, tehát előbb meg kell venni, előbb lottózni kell, és aztán nyered meg a lottó ötöst, tehát ez nem fordítva, hogy akkor fogsz lottózni, de amikor... De éppen azt mondom, hogy... tehát tudom, hogy mikor fogom megnyerni, és akkor fogom megvenni. Ja, értem, hogy... Érted? Ami a felesleges költségeket, az előző néhány persze, évet, az, az, az csak költség, tehát azt nem... Forint, 160 forint, ja, tehát nincsen kidobálandó pénz, pont ezért is vettük olyan szigetet, amelyikben közte van egy folyó, ami rajta van egy híd, maximum egy kalapáccsal állunk neki, hogy a hidat leromboljuk, nem markolódna, hogy még arra jön. Jól van. Van. Igen, írd már belé szíves Csidrusnak, hogy be tudjon köszönni. Meg van Csidrusnak egy saját beköszönő hangja is. A Vidrasia. Van a Vidrasia. Ú, Gyurci. Fú, te figyelj már, drágám, ez hogyha legközelebb hazajössz, keressük már meg a Gyurcit, menjünk már el hozzájuk. Hát nem hallunk semmit, Laci, úgyhogy biztos a mikrofonoddal van valami gond. Majd ezt megcsinálod legközelebbre. Én, ha megnyerném, Katát jó messzire költöztetném. Figyelj, az a lényeg, hogy internet legyen. Szarom. Hamarosan elfogyasztítszem a nyagot, hát ezt észrevettem. Én ezért tankoltam. A mai legközelebbi benzinkútnál állj már meg, légy szíves, mert ez a büdös kölyök nem tankolt az út előtt. Hogy te büdös? Kicsi, meg főleg nem vagyok, tehát na azért... Hát a Tamás, az, hogy hol lakik, mikor hol? Azt tudjuk, hogy gyorsan el szokott menni, aztán gyorsan visszajön. Tehát akkor teleportál? Hát én nem tudom, hogy önáll ez az elmenés, most teleportációnak hívják, nem? Jaj, micsoda mechanikus billentyűzete van valakinek. Ennyire halik a csattogás! Igen. Amint amikor a fogaskerekek dolgoznak. Figyma csattogás. Nálad kim van a 18-as karika, csak nálunk nincs. Nálam kim. Amúgy igen. Tudom, hogy te tabányán laksz, Tamás. Akkor arra nem megyek. 40 itt van kiló. A benzinkút. Mi voltunk. Jó. Benzinkútra kimegyünk. Én is tankolom. Andris, benzinkút. Látom. Az olyan egy 35 kilométerint, nem. 40 körül van innen Tatabány. Tőletek, Andris? Aha. Jaj! Wow. Én nem oda megyek, úgyhogy ti menjetek jobbra. Szerintem itt persze... Már nem mondtam, hogy hova valós vagyok, csak nem mindenki emlékszik rá, mint én is várom. Mert attól függ, hogy merről közelít te helyzetbe. Nagy rohadék leszek, ha bárki Rocky parkolóra? Így keresztbe van egy kamionnál. Északi sarkör, Gyurci, nem lesz. De jó lesz. Ahol hideg van, oda nem megyek. Befűtünk. Nem tetszik. Befűtünk. Menj el, abszett. Közben mehettek, amúgyhogy melyik álljon. Gyorsban teletankoljuk a pahipákat. Oké.
nagyon sokat megeszik, hallja néhány. Mert úgy használod a vágá. Tessék használni néha a motorféket is úgy venni, és akkor kevesebb. Hát mi full automatán megyünk billentyűvel, tehát olyan nagy lehetőség nincs. Ja, mondjuk ja. Én milyen is szarrá használom a gázolat. Szia, Karcsi! Szia! Na, én itt lelassítok, úgyhogy előzzél vissza. Na. Katalino. Jöhetsz ki nyugodtba. Már megúsztottam, jó. Mert ezért láttam egy játékot, meg kéne venni, gyerek. Na. Mire gondolsz? Ezek a kis racing kamion verseny. Láttam én is. És ilyen és csak akkor enged be magára a versenypályára, tehát már akkor versenyezhetsz rendesen, vehetsz részt a versenyeken, hogyha nem is tudod, 15 kört vagy 18 kört, de ilyen bizonyos helyzeteket meg tudsz csinálni, és addig nem is enged verseny. Az igen, nem hangzik hosszú. De most azt jelenti, hogy mondod, hogy kis versenykamionok, tehát ez ilyen a játék, nem, most, ez ilyen játék, vagy... Játék, igen. Tudod, volt a ETS-ben, amikor vindig kellett a kis racing kamionokat, ja, tudod, igen, volt az igen, a event. Na, azokról beszélek. Van erről játék. Azt ja, igen, az, külön játék van. Az IRC-nek. Uh-huh. Mindjárt elmondom. Hát van egy az európai, az AETR-es, vagy nem tudom milyen verseny, szimulációs ilyen játék. És ugyanúgy, hogy versenyezzél a kamionnal, neked ilyen tesztpályátokon kell végigmenni. És azután mehetsz el úgy, mint a Forma 1-be versenyezni. Uh-huh. Nem tudom, ki megy előttem, de elég jól nyomja neki a gáz. Bevártam az Axelt. Jaja, hát mi megyünk ki, igen, ilyen durván 90-nál megyünk. Andis, te hogy tudsz jönni? És sem megyek lassabban, és sem megyek lassabban. És mégis le vagy maradva? Egy pici... Nem volt az utolsó ilyen... Nem tudom, Ferenc, hogy mi a neve pontosan a játéknak. Reklám, Leónak az izéjába látni. Leókró? Igen. A Leókrónál lehet látni. Rám is... Honnan tudom, hogy nem ráiratkozzon. Akkor ott megnézheted. Szerintem kura jó a játék. Jaj. Jan Pesbitó, szia! Amúgy nem akad a stream, mert nálam nem akad abszolút. Táblán nézem. Kivetítetted a falra, és akkor nézed a táblát? Nem, táblagépen. Hát azon olvasom a csetet is. Ne, mi nem lehet szívni a vére, tesztelgetlek. Az enyémet nem tudod. Szia, Róka! Kellemes burbulázást. Nem is igaz, mert én nem. Át vagyunk itt. Jó, te nem, de szia, Róka. Róka, igen. Sziasztok, nézők, Enigma, Feli Vidrus, Laci úr, Lecsó és a Sokadalom. Mindenkit üdvözlő, Róka, Koma. Szia, Róka! Szia! A Róka! Nem panaszkodhatom, mert nekünk van rókánk, neked még nincsen. A YouTube általában azokat... Kellének meg vannak hősei. Azokat szokta megcseszni érte, akik mondjuk angolul mondják be ezeket a szép szavakat, mert ugye a robot egyből rááll a dologra, de a... további nyelvvel nem foglalkozik, tehát ugyanúgy, mint a Steamen a játékok, ez a magyar fordítási elérhetőség nincs. Jobbra megy. Tudod, hogy most sem akkor magyar a játék, a felmerül angol. Nem ismerem. Más streamerek pakjúzhatnak ezerrel, baszki, és akkor őket nem cseszted, hagyjuk már.
majd kicsit élesebb kanyar lesz. Ja. De hogy éles? Hát, csak úgy érzed, úgy, 96 éves. Ja, nem úgy nézett ki, de nem volt. Nem csak úgy nézett ki úgy messziről, de aztán végül is nem volt. Mondja az, akit bannolt a YouTube 3 hónapra. Kit bannolt a YouTube 3 hónapra? Engem. Mert? Nekem már volt, mert olyan adást közvetítettem, amit nem kellett volna, és akkor kaptam az e-mailt, hogy december 20-ától február 3-áig nem streamelhettem. Ja, hát engem nem már nem. Azt mondja Feri, hogy FIA European Track Racing Championship. Az, köszi. Az. Hát Jan Pezbitó, hát akkor vegyél jobb cuccos. Tehát nem tudom, lehet, hogy a cuccod, amin a streamemet látja. Szóval az random ember. Az, Ferenc, az. FIA European Track Racing Champion. De gyönyörűen kifejeztem maga, azt a kurva. Hallottuk, és büszkék vagyunk rád. Geri Gerlével? Hát ő nem tudom, most ő utazgat, nyaralgat, hát majd, hogyha előkerül, nem tudom. Nem tudom, hogy most Bálint, te azt már, írod, hogy még csak 15 éves vagy. Van, vagy akkor mi a frász keresel itt? Mennyi? 15 éves, már hogy én ne beszéljek csúnyán. Akkor mit keres itt? Tehát ezt jobb, ha tudjátok, gyerekek, most újult meg a YouTube szabályzata, hogy aki fiatalkorú, és ott van bent a livestreamekben, elfogadta lehet, azzal a szabályzatot a szüleje, vagy esetleg te, hogy a szülőd vállalja, érted a felelősséget, ha itt vagy mondjuk egy olyan kimenetelő livestreamben, ami mondjuk nem neked való. Ez jobb, hogy tudják. Ott van sarokban 18 plusz egyébként, csak úgy. És sőt, a streameknél is megvan jelölve. Mondom én. A beállításokban, hogy... Olyan tartalom lehet. Hogy igen, tehát be is jelöltem, hogy ezt elvileg gyerekeknek. Melyik filmben volt az a Damien? Jó a taxiba. Az nem Damien, az Emilien. De nem, volt egy másikban is, egy Damien. Abban, mert a taxiban nem volt Demi. Abban Emilien? Igen, Pálint, szóval saját felelősségedre vagy itt. Tehát nem a streamer tehet arról, mondjuk, hogyha itt van egy kiskorú, fiatalkorú, és a szülő. Nem, hát a szülő tehet majd róla. De igen, mert mondjuk te beállíthatod szóljat, hogy korhatáros a videó, csak persze, nyilván ő igen, csak ő meg igazából, hogyha új regisztrál a YouTube-ra, hogy hazudik, mert máshogy nem, tehát 15 évesen szerintem nem regisztrálhatna, tehát ő azt mondja, hogy ő 18 éves, és akkor már de regisztrálhat szülői engedéllyel. Ja, hát azt se tudom, hogy azt hogy csinálják, Na mindegy, szóval, és akkor innentől kezdve az egész nem igaz. Tűcse meg 13 év alatt nem regisztrál. Úgyhogy aztán végülis te meg aztán tényleg nem tudod. Sőt, hát igazából a videót azt tudja nézni regisztráció nélkül is, tehát úgyhogy nincs belépve. Persze. Tehát és akkor innentől aztán tényleg persze, nézheti. Csak ugye, hogyha nincsen beregisztrálva és úgy nézi magát a livestreamet vagy a videót, akkor viszont nem szólhat hozzá, nem írhat be, nem hát tehet akkor bejelent, nem, az nem így van, az ilyen van, így van. Hát akkor nem is panaszkodik a chaten, hogy nem tetszik neki. Hát így most ismerősök, egymás közt vagyunk, hülyéskedünk, könyörgöm, hadd ne játszam már meg magam. Nem is fogom megjátszani magam. Soha. Nem is kell, nem is szabad. Tehát a munkahelyemben még nem is hallottátok. Amiket tolunk. De tényleg most, hogy arról ne is beszéljünk, ne. Bemászni a trafoldobozba, meg ilyenek, ne légy, ne. Nem akarok még arra se gondolni, de... Itt nekem ilyen lámpák vannak oldalt, neked is, Axel? Ja, most vannak, igen, most megyünk mellette. Jó. Aha. Akkor nem csak nekem káprázik. Ja. Nem, ez most egységesen ott van. De hol engedi a 90-et, hol csak a 80-at?
Jucika, ne zörögj! Kap, jak föl van kapcsol. Édesem itt humman tegnap óta, ahogy láttam a gyerekemet. Mennyi megrendelésed van, de csak? Aha. Ez mindegy egy sziget, amit, ez egy szigetvilág, és akkor mindegy egy sziget, amit most megvesz. Szia Sándor, ja, elolvastam az üzenetedet, véletlenül a Gyurci törölte. Írta ja, a Sándor, hát is, hogy pasi mindenkinek. Nem baj, Tomi, meg hát sokszor ők káromkodnak a legjobban a 18 év alattiak, tehát nincs. Hát igen, hát az én korosztályom az valami szörnyű. Nem mondom azt, hogy nem szoktam káromkodni, csak... Szia Róka! Szia Béla! Szia! Tessék, itt van az emlegetett szamára Discord. Szia Draikor! DLC, hát most... most már nem, mindjárt megnézem. Most jövünk vissza Genfbe, és hát... Genf az elvéleg, az nem DLC-s. Az nem DLC-s, igen, csak nem tudom, hogy most Dijon felé tartunk, az még az valószínűleg... Az még valószínűleg DLC, Dijon, nem tudom. De Franciaországból is egy-két hát város az... Igen, hát egy-két város az nem volt DLC, de... Mindenesetre Genf lesz a végállomás, az már nem DLC. Az nem. Ha jól tudom, akkor nem. Mi van már itt a cseten, gyerekek? Igen, engem azt mondja a Dead End Games, hogy engem még nem hallott káromkodni. Mert sosincs itt, sosem jön bejelent. Ja, mert lehet, hogy ja. Yes. De hogyha srácok, bi a streamer, ott lenne. Srácok, maradjatok cseten. Én már hallottam magam. Rosszakodnak, Katar? Aki nem bír magával, az mehet arrébb. Igen, az nem DLC, igen. Hát a szerverek közül a legfelsőben a szimuláció egyen vagyok. Miért megyek én 80-nal, amikor 90-nel lehetsz út? Nem tudom. Már föl-föl pumpelt. De várjál már. Chatwars-ot ja, hogy. Én ezt most nem értem ezeket a kritításokat, na mindegy. Akkor sok nem maradt. Kata, megtaláltak téged a tejfogú Kinder Commando? Nem, nem engem. Egymással veszekedni. Ja. Én pont valamelyik nap hallottam saját magamat, mert tényleg Andrés nézegette a ilyen korábbi live-okat, az hát majdnem egy évvel ezelőtt volt, amikor elkezdtünk egy Seven Days to Die-be egy ilyen állatos modpakkal így játszani, és abba megevett, hát annyi állat volt, hogy szlalomozni kellett a vadállatok között, mert mindenfele beleütköztem valami hópárduszba, meg tigrisbe, meg mindenfele. És annyira, igen, és akkor annyira én is már néztem körbe-körbe, mert mindenütt állatok, és nem vettem, odaálltam így a vízpartra, hogy na majd, hát a víz felé csak nem fog támadni semmi, és akkor így az volt a hátam mögött, és ütöttem a követ, szemből meg néztem, hogy a kígyó merre megy, meg minden, és hátulról meg jött egy krokodil, és megevett. Na, és, na hát akkor káromkodtam. Tehát, akkor mondtam egy cifrát, és pontosan napokban néztem vissza, és megint is meglepődtem. Mondjuk egy 96 éves bácsi kell. Ja. Hát már van olyan krokodil, amely ki van éhezve. Axelre természetesen. Igen. Na. Én nem szeretem nézni, amikor mások veszekednek Bálint. Én azt szeretem, amikor hülyéskedünk. Szia, Nagy Béla! Azt mondja, mini beszéltek.
Szerintem valaki számítógépen beszél, nézem, valaki táblán, szerintem nem kárhat a Max High Creeper. Szerintem Discordon. Szerintem de hogy mi mind beszélünk? Nem csoda szeret a rágós papírust. Nem Discord, ezt itt már úgy vettük meg külön, tehát ez is a miénk. Ez is DLC, bocsánat. Tehát ez a csevegő program úgy csináltattuk külön egy céggel Amerikából. Én programoztam NASA-ból. Igen, bal oldalt nem normális, a köszönjük szépen Emecse. Hogy? Így van, gózt gyújtsuk le. Gyújtsatok. Olyan jobban lehúztak, mint hogyha nem is velük lennék. Le vagy maradva annyira? Lemaradtál, Andris? Hát 250-re vagy lemaradva. Lovaskocsival jössz? Nem, egy félig használt Volvo-val. Jó, van, mondom, hogy meg. Akkor bevágyjuk, levettem. Vegyük vissza egy kicsit. Vegyük vissza. Mennyivel jössz, Andris? 90, de nem megyek. Neki, ami a csövön kifér. Akkor vegyük vissza 70 rák. Na, de 80 is elég, hát ez szerintem gyorsan utolér minket. Akkor 80. Hát ezt a tyogdafodat akármikor utolér. Hát de kacsa, hát hogyha értetlen, hát hagyd a francba, nem kell vele foglalkozni, elhiszed. Foglalkozz Katalinna, hogy mikor nem is az, hallod? Én is nagyon sok helyen vagyok, Modi. Ugye vannak olyan címek esetleg, amik érdekelnek, meg ez az. Azoknál a bizonyos illetőknél, meg hát maga az illető is érdekel megnézni, hogy van munka, stb. Csak annyi, hogy beköszönöm. Lássák, mi vagyok. Aztán onnan sok ez a késcsá, ennyi. Tehát ha valaki meg rossz, akkor csak fogom. Mutolom, 5 perc, ha nagyon rossz, akkor bannolom. De nem beszélek, tehát senkivel nem beszélek. Tudod nekem mondom, mennyi feliratkozó jött? Ne tudnak. Ilyen csetekről, ahol moderátor vagyok. És utána azzal van tele a chat, a feliratkoztak rám, és akkor én megint nem győzöm törölni, sirogatni, hogy ne írkáljátok már be. Ez is egyfajta önpromó, hát nem azt van, hogy önpromó, de promóznak. Nem, Bálint, ezt úgy kell mondani, hogy elmegyünk, megiszünk sört, eszünk egy cigit, asszimilálódunk. Ki látta izét? Van egy ilyen B-kategóriás film, a uristenkukacmenny.hu. Az ja, a címe. Hát az a régi film, igen. Hát az vagy 20-25 éves. Az kurva jó. Hogy nem? Á, nincsen az anyja. A Csányi is annyi, Sanyi szerepel benne. Akkor aki vagy régen Csányi szerepel. Lehet, hogy összekeverem akkor, amivel. Hát a kisboltban volt a kidobó ember. Az nem az volt a hátára írva, hogy Tesco, hanem az, hogy Lesco. Hallod, Ghost? Kata ott itt a koronát. Én meg egy üvegbort vágtam le mellette. Emlékszel? Egy vagy később titácsok meg én meg, addig megittam egy üvegbort. Amúgy most szörfet ittam. De szoktam sört inni, így van. Az kibaszott, tehát egészséges. De nem úgy ám, hogy liter számra. Igen, mondja te, hogy kukac. Eddig csattogott a billantyűzetem. Biztos nagyon lehetett hallani. Nem, de... Andris utolért minket, úgyhogy szerintem mehetünk most már 90-nél, utolért Andris. De hogyha ritmusra csináltam volna, az még lehet, hogy... A csattogást? Igen. Az a baj, hogy a gondolatomban benne van a magyar szöveg, amit le kéne írni. Csak még nem áll rá az ujjam, a kezem az ékezetes betűkre. Hát neki hát, is kell például az Z meg az Y-t, az folyamatosan fölcserélem meg. Neki is kell idő, mire az agy levezeti a kézbe a gondolatokat. Hát tudod, ez már az öregséggel járítvam. Így van, én már... Lemegyünk jobbra. Mindig azt mondta, én ehhez öreg vagyok, oké. Lehet, hogy a hozzáállásod rossz, éles balra. Kukac, te azt nyit írta, hogy viszed a vizet Katával együtt. Én megkérdeztem, hogy mennyit fizetsz érte? Ja, képes, hallod? Képes lenne eladni, basz. De most komolyan. Én nem, kíváncsi leszek, hogy milyen összeget fog leírni, és hogy annyiért eladható, vagy nem.
hátam mögött, te... Törökországban tuti adnak érte egy 10 kecskét. Elmondanám neked. Kevés, kevés. Megsugom. Hát ez alkú kérdése. 22 éves voltam. Kaposváron. 15 kecskét ajánlottak föl, vagy tevét, vagy mit? Nem, nem, nem. Az 50 teve volt. 50 tevét. Arra a faszi, még akkor itt voltak a káfok. És az arra a faszi felajánlott értem 50 cél. Mit én nem értettem? Nálam akadott. Hát akkor így jártál. 50 fecskét. Fecskét? Zsönév felé haladunk. Hát igen, most 21, tehát a 20 évesen ajánlották föl neki. Most már 21. Igen, most nem már... Nem, most 24. Nem, most már, hú. Hát tevéért meg kecskét eleve ezeket a húsokat nem esszük. A teve az jó szállítmányozása. Most képzeld, de nem kamionnal mennénk, ha nem tevével. Két pupu tevével, mi? Vagy a dromedár, ugye? Az a három. Tényleg. Én lava voltam már tevét, hát nem volt kellemes, az biztos. Na és akkor gyorsan fölteszek itt a nézőknek egy kérdést, úgyhogy ti hallgassatok a cseten, ha tudjátok. Miért van pupja a tevének? Egyáltalán mi maga a púpja a tevé? Hát egy kurva nagy gondja, hát mi más? Púpa hátán. Így van. Mit jelképez a tevénél a púp? Piramisokat. Piramisokat. Egyre jobb. Ha. Aki leírja, az nem kap semmit. Így van. Vagy megkap engem fürdővizestől. Nem, azt mondta. Majd én megkapom. De nem mondtad a fürdővizet. Szóval nem kap semmit. Szia, Kálmán. Vizet tárol benne a tevete. Wow. Mi való? Nem nekem, vagy oszlopnak. Ezt a izét. Hirtelen reakciót. Igen, így van. Így van, Bálint. Mi van így? Nem, víz. Nem zsír. Víz. Hát ott tárolja a vizet. Nem, csak én a cseten... cseten lévőktől kérdeztem. Szia, Gerle! A cseten lévők maradjanak csöndbe. Szia, Aurelius. Egyébként. Mit kacskaringózó? Hát köszöntem, hogy a cseten. Cseten. Aha, köszöntem. Hát csak pont kanyarból kezdtem el olvasni. Kata fürdővizét tárolja a pup, így van, kukac. Minden este így teleköpköd engem. Gondold el. Tán, ha végig köpköd vele, eltűnik a pupja, aztán megfogja, és mikor lefürödtem, vissza-issza. De ez jó, meg azt mondtam. Mondjuk azt, hogy fáradt vagy, jó? Nem vagyok fáradt, és még csak így beittem. Fáradt. Lehet volna, még itt áll is volna. Akkor lehet, hogy nem a te vitte volna ki a vizet, hanem valaki más? Á, útszüglet. Önök vigyázz. Vigyázz, Andris. Szűk. Hát, tudom. Igen, elég szűk. Becsúsztatok. Oké. Meccs. Tankolni valakinek? Köszönöm, jól vannak a pacikáim. Kaptak eddeget. Nekem is. 55 kilométer és megérkezünk. Ja. Telik ám az idő. Picsoda! És azért van a hátán, mert ott egész nap éri a nap és melegszik. Így van, és így köpködi rám a meleg vizet. Ezt jól látod, kacsám. Te mint gumikacsa, neked ezt tudni kell. Hát aki egész nap a vízben van, hát... Nem, ő száraz kacsa. És bükkelyes. Jaj, bocsánat. Ezt a múltkor megbeszéltük.
De várja, hogyha pikkelyes és kacsa, akkor az oroszoktól szabadult? Nem. Ő még a tősroppanás előtt. Mutálódott és úgy érte túl? Nem. Szerintem lejegelődött, akkor volt a jégkorszak. És most olvad. De a gumikacsák is tényleg olyanok, hogy minden gumikacsában van egy kis Szia, víz. Benny. Tehát a fürdőkádban valahogy mindig marad minden gumikacsában egy kis fürdővíz. Miért van gumikacsád, Axel? Nekem most is én szoktam. Tusolás közben. Hát Bancsikám mellett a kacsa. Köszönöm, Ben. Ghost kérdezi, ne? Hogy Kata, van párod? Van párja. Csak a lecsúcsot szereti. Nem, tényleg van párod? Van. Van, halljátok, van. Beszélgessünk a kajáról. Katarina lecsót szereti. Katarina lecsót szereti. Axel a pirulát szereti. Lecsó a Katalin főztjét. És tényleg ettél volna papujáson? Képes lettél volna. Ezt hogy egyetem volna, kiválogattam volna belőle azokat a szalonkadarabokat, vagy miket? Nincsen benne szalonkadarab, mert pont hogy füstölt tarját tettem bele kockázva. Megettem volna persze. Mert meg, tehát az, hogy füstölt kaja... Amikor tehát... lementünk Tibiékhez, ott is megettem azt a húst, ami benne volt a levesben. Szépen át volt főve, semmi probléma nem volt. De neked a hússal van bajod? Fogatos vagy? Neki nagyon bajom van a hússal. Igen? Igen, nekem nagyon sok bajom van a hússal, tehát én nem eszek meg sok mindent. Tehát ilyen, hogy velő, csülök, oldalas, tehát ilyen irgumburgon belsőket én nem eszek meg. Tehát, hogyha tehát ilyen emberkajákat nem eszel. Ő nem eszik, igen. Nem, szerintem ez egy... Bocsánat, nem akarok senkit sem megsérteni ezzel, én, de mint az ős emberek, mindent megeszünk. Igen. Én egy olyan családban nőtem föl, ahol lehet kövezni, lehet szitkolózni, meg mindent mondani, hogy nálunk az asztalon soha nem volt a húson egy szafad zsír, vagy egy szafad csontse. Tehát semmi. És ezt megszokta a gyomrom. Tehát, hogyha én tudod, ilyen mócsingos, egy ilyen zsíros húr benne van, jó. És így beveszem a számba, én nekem hány ingerem van. Itt van Goku. Na, úgyhogy lehet kövezni, nem érdekel. Én nem kövezlek meg, nem, mert nagyon... Nem, chat, majd mindjárt chat. Nem, tehát ez azért van ez az egész dolog, mert én fogom megenni az összes hájas részcsém. Zebrán nem szabad megállni, ugye? Csülköd, bazd meg, imádom. Én utálom. Nekem ilyen, hogy csirkemel, nekem az nem jó. Én utálom. Csülök, patkol, halász, én utálom. Egyik sem. Tehát, de várj, tehát én sem eszem meg a halakat, én sem eszem meg a csülköt, ezt hallottam azt. És a legdurvább az, hogyha elém raknak egy csirkecombot, én nem tudom megenni. Ezt köszönhetem annak, hogy annó, amikor még fiatalok voltunk Axel a menzán, úgy paszták elém oda a csirkecombot, hogy majdnem elugrált, a csirkeszáj meg majdnem elszállt előttem, mert nem volt rendesen elkészítve, és én ezért utálom, tehát bennem van ez így, tudod, így belevésódik az agyádba, aztán ezt nem tudod kitörölni magadból. Én ilyen vagyok. Megeszem a csirkét, de csak a mellét például. Megeszem a sertést, ne legyen, megeszem a sertéscombot is, megeszem a szűzérméket, mindent megeszek, csak ne legyen rajta csont meg zsír. Semmi ilyen, más. Ilyen tiszta, olcsó. Sokat. Van maláj, azt kérdezik. Marhát is, meg... Mit? Van maláj. Szevasz, Pity. Van maláj. Van, persze. Szevasz, Pity. Van maláj. És a piával hogy állsz? Az elején még jól utána már dülöngélek. Ja. Oda lájvoljatok, én meg nézek ki a fejemből. Csak a kérdésekre válaszol. Meg itt megfullad a csontra. Az ilyen cigilerakási tüneteim vannak most is el. Miért? Tehát dohányzol? Dohányoztam. Fél évig. Hány éves vagy? 16. Miért képzésztem az előre? Aj, tudod, hogy mit kapott ő azért, hogy eljutottunk idáig. Ja, hogy eljutottunk idáig, hogy most már lerakta. De hogy tudtál rájutani? Én elmondom neked, hogy én 17 évesen kezdtem el dohányozni.
és 3 évvel hagytam abba, vagyis 43 évesen dobtam el a cigit. Közben volt, tehát azt mondom, hogy 18-tól 40 éves koromig, tehát az elég hosszú időszak, végdohányoztam. Tehát volt olyan este éjszaka, amikor elmentünk bulizni, ahol 2 doboz cigit elszívtam. Én ezt úgy, ezt hallják, hogy tehát én 40, úgy 3 évvel ezelőtt kivitt a barátom a reptére az édesanyjával, kértem én 100 cigit elszívtam, bementem a reptére, azóta nem gyűjtöttem rá. És nem is hiányzik. Hát ott elszívhat mellettem cigit, jó, néha szegény kapja tőlem azt, hogy hú, de büdös, meg blablabla, már mint a cigaretta. Aha. És tényleg, tehát, de nem zavar, hogyha elszív mellettem egy cigit. Abszolút nem zavar. Bárki elszív. Én szivaroztam is, amúgy elég sokáig. Szűrőnök szivarokat szívtam, meg én. Van üléjások, egy fújt. Még egy, vagy mi szálljuk. Nézzük Katalint, hogy parkol. Ez egy jó kis sírke, mert mikor egyszer is elgondolkozó, miért van halize. Altárpa letetik azért. Gyerekek, minden zsíros jöhet ide. Főleg kocsülökről van. Még egyszer vettek az osztálytársaim, Lecsó, ezt a, tudod, ezt a rendes szivart, ezt az 1000-valahány 100 forintes szivart. Igen. Na az, ez nagyon szar. Ez tényleg az. Menjek innen, nem, Katalin, vagy... Nem. De elhúsz a kóhoz. Végig izgulhatjuk Katalin parkolását. Az a baj, innen... Miért fordul át? Épp csak azt nem látjuk pontosan, hogy neki hova kell parkolni, mert nem látjuk a kis villogó vackot. Oda, ahol te is letetted. Mindegy, nyomtam egy entel. Azt látom. Hirtelen beparkol. Nem szerintem a gumicukor. Gumicukor? Nem szerintem. Hát pedig az is mindenféle íze jóság. Jó kis sírkem el, mikor eszed és elgondolkozol. Elgondolkozol, miért van hal íze? Gyurci! És azon mondok hozzá, hogy a halnak miért van csirke íze? Na? Mert csirke tojással letetik. Hát nem az, mert megeszem a csirke mellett, tehát én mindent megeszem. Tehát 99%-ba. De... Tehát inkább úgy mondanám, hogy nem vagyok odaért. Tehát ha rántott hús is, akkor is karaj. Na, húha, 1262, ezt hagyj olvassam már fel gyorsan, 1262, ja. Az izlandi törzsfők hűséget esküsznek a norvég királynak, hallod? Ez Izland önállóságának végét jelenti 1262-ben. Csak? Aha, ez az izlandi törzsfők hűséget esküsznek a norvég királynak, ez Izland önállóságának végét jelenti. Jaj, jó, hát csak hirtelen egy ősi kapocs norvég király. Na nézzük, szóval... még egy rövid fuvart. Nekem mindegy, ahogy te rájössz, mert ha gondolod, akkor be is fejezhetjük, máskor megyünk. Hát még egy rövidet. De hogyha egy, jó, egy rövidet. Jó. De várjatok, mert Nagy Béla azt írja, hogy megváltok ott 2 perc. Várjuk meg. Addig keresünk. Jó, hát addig mondjuk itt amúgy sincs sok fuvar, nekem összesen 4 darab. Jó, megválunk, Béla. De nekem amúgy sincs sok. Tőkehal, sajt, meg lazac. Az új szám címe, még rá, még váltok valaki le, aki olyan... Tényleg kukac? Mondjuk a kukac az okos? Nem, hát a víz, tehát mindenki azt hiszi, hogy a pupjában víz van, de ez nem igaz. Ha tehát ez a zsír. A púp azért van, mert a hülye arab ráütött 2 nagyot. Lezsírosodott. Bedagadt neki, azt nem borogották. Szerintem akkor még megyünk egy rövidet, Mark. Aha, igen. Szevasz, form, jó. Control. Igen, akkor még nézzünk. Hát összesen ennyi fuvar van, nincs olyan nagyon sok, de azért nézzük meg. Bevárunk mindenkit, srácok, egy-két perc, és akkor utána keresünk fuvart. Oké. Okay. Csak szóltam ki a kedve, hogy... Azt hiszem, hogy én nekem Burzséba, ha megyünk, ott még nincs garázsom, mondjuk, akkor viszont fogok venni garázst. A többi azt szerintem... Ott még én sem voltam. Sőt, hát Pármában sincs garázsom. Micsoda felelőtlenség. Ugye? Szörnyű vagy. Felháborodok rajta, komolyan mondom. Majd picit megmozdulok, nehogy kihajítsanak innen. Én is azt csinálom. Kata küldtem egy képet a Messengeren. Oké. Remélem elküldi.
A gyilkos sivatagi éghajlati körülmények között a pup zsírjának metabolizálása során 9,3 g zsírból 1,13 g víz keletkezik. Ez reális. Szia, Kata! Nagyon reális. Köszönjük, kukac, a felvilágosítást, különben a kukac az nagyon okos, az mindig elmagyaráz nekem mindent. Jól tud keresni a neten. A kukacom az nagyon tud. Na hát akkor mindjárt jövök én. Megnézem a kukacot. Várj, kukactól kérdezem, hogy hány millisekundon per kilométerbe sétál a zsirát. A víziró, mi az? Miről beszélünk már? A tevel. Elmegyünk egy kamionfestésre addig. Már megint? Ah, megnézzük már, megint elszaladok. Ha nem létező barátom nem festi ennyit a haját, mint te a kamion. Hát, de én szeretem a kamionomat. Most szőkére fogom festeni. Meglettek szólva szegények. Nem is ismerek szőkét. Senki nem ismer egyetlen egyet. Kinek? Senki nem látta még a fényképemet. Hangja jön be. Ja, én kaptam üzenetet, ja. Azért mondom, ne ijesztegessé. Átvestjük akkor most magyar színekre, mert ezt Andristól kaptam, nézzünk valamilyen kis... Ja, ez francia, várj, ezt a múltkor megbeszéltük. Ez a magyar, lehet ilyen... Ezt azt mondták, hogy ez nagyon csajos, hogy ezt ne válasszam, de mégis egy fuvart ki lehet vele húzni azért. Hát szerintem ez lesz az utcsó fuvar. Jó, hát mondjuk megyek ezzel, hát ha felháborítom az olaszokat, vagy nem tudom, kifele megyünk, de csináljuk ezt. Jó. De sötét lett. Ott a Béc, igen, aki is magyarul van. Sípol itt a nép. Valaki csipongolt, lecsotta voltál? Nem ismerek szőkét. Ja, már úgy értem, hogy én az vagyok, de ezért is ez volt a vicc az egészben, hogy nem ismerek. Ott az ember. Ott van az ember. És komolyan! Szia, Gabesz! Komolyan! Válaszolj, most komolyan! Szőke vagy? Én? Most voltál? Nem, Axel. Jaj, hát ma voltam fodrásznál, láttam. Matükörben néztem. A te hajadat kérdeztem, nem a fodrászodét. Jaj, várjátok, már megint levett a rohadt, hogy ilyenkor... Látod, Lecsa nem akar válaszolni, milyen a hajaszíne. Látod? Festi. Ja, biztos festi. Igen. Ez kinek volt a hangja, ahogy kiszólt valaki? Hát most köszönöm, nem én szóltam, hogy milyen színűen volt a hajad, de mindig. Ha arra gondoltál. Én nem azt mondom, hanem... Valami női hang itt beleszólt. Sosak tapok rá válasz. Na, de... Közben itt vagyok. Okay. Aki itt van, aki nincs, nézzünk fuvart, jó? Jó. Jó, itt vagyunk. Annyi idejük volt, még hatal visszajön. Hát kint voltam, hogy... Apá, hogy beakadt. Beakadt, nem tud bejönni. Na nézzük, fuvarok. Nizza. Genf. Pedro. Úgy de szép lett. Nizza, Parma, Kassa. Nekem is. Parma, Nizza, Kassa. Melyik? Hát most már igen, ennyi van. Ja, nekem ilyen mindegy. Saj... Párma? Párma? Kávon, azt mondom, hogy menjünk Pármába, szerintem. Oké, okay, menjünk. Ha az jó nektek. Ja. Menjünk, Pármába akkor. Genfből Pármába haladunk, és akkor az utolsó fuvarunk máról. Így van. Ó, nem is kell messzire menni, hallod? Mert itt van. Jól van. Hát remélem, hogy aki meglátja a kamionomat, szerintem megáll a fejlődésbe, amilyen festésem van, de mint így... Akkor lehet, hogy fiatal megállt. Meg is nézzük.
Hát... most ilyen másságos napon van. Visszatérve a cigizésre, Lecsó, úgy sikerült leraknom, hogy mikor befejeztem a nyári gyakorlatot, akkor szívtam az utolsó dobozzal. De miért hozzá a cigihez, őszintén? Őszintén? Haverok miatt. Hát én őszintén vagyok a haverok miatt, mert eljártunk sörözni, kocsmába, meg ilyenek, aztán... Csináltál, hogy Hallottam már ilyeneket, igen. Meg részegen mentünk pallagásra, ott is elment egy 3-4-szer. 300-400 ezer, vagy mit akartál mondani? 3-4-szer. Hát az is őszinte legyek. Leiratkozok. Leiratkozok. De meglátták, hogy milyenre festettem a kamiont. Jó, hát ezt most csak egyszer, mert mégiscsak van egy ilyen szín, akkor ezt most felhasználjuk erre az egy alkalomra. Mégiscsak Andristól kaptam az én kis gyermekemtől ezt a magyar mintát. Matyó hímzéses lett a kamionom. Nem tudom, hogy mondjuk Katalin, te ezt látni fogod-e, mert hogy nem tudom, hogy nincs, nincs ez a DLC, nem, igen, mert nem tudom, hogy azt látod-e. Mivel büntessük Andrist, hogy részegen ment ballagni, meg cigizett, meg értitek, mivel büntessük ezt a gyereket? Jó, de gyermeket. Az úgy történt, hogy átmentünk osztálytársamhoz, mondták... Nem, feladom, nem! Ez tényleg úgy történt, és úgy kaptunk rá 3-5-ös részegen. Átmentem az osztálytársam, figyelj, én átmentem az osztálytársamhoz, meg átkaroltam, és a... Erre lassúztam a csajjal. Nem berúgtunk, meg nem cigarettáztunk, Andris. Hát az ugye volt egy határidő, az alatt kellett, hogy legyen. És hát hogyha abban nem fértél bele, akkor lehet, hogy azért nem tudom, hogy ez. Hát azt, hogyha megcsináltad, és időben, akkor... Szia, Adrián! A kukacom nem lexikon, csak nagyon sok mindent tud. Például engem a kukac nagyon sok mindenben fölvilágosított. Szia, Vera! Hát. Bocsi, most vettelek észre. Jól is induljunk? Hát ti már kimentetek innen. Már fél úton vagyunk. Már lementünk. Én vagyok ezzel a csajos kamionnal. Csajos kamion? Hát én most nagyon... Hát haladunk. Becsajoztam. Most becsajoztam. Tehát én te láttad Axelnak a színváltós csaját, nem? Kinek? Axelre. Mit láttam? A színváltós haját. Nem. Hát a feje tetején szürke, és utána alatta meg szőke. Hát nem szőke, hanem ilyen ősz. Ja. Ja, de az most, miért színváltó? De most le van nyírva teljesen körbe, ilyen 1 mm-es, és csak felül van. És felül ja, még, ez elég szűk. Felül még szőke, oldalt már nem. De az Axel lemaradt, jön már. Jön már, de hát én csajos kamionnal vagyok. Nem tudok úgy haladni. Csajos kamion ott felakad. Ha nem vigyázol. Deres a halántéka. Énekeljek nektek valamit. Látom a című számot. Kacsa, elbasztad. Azt mondja a kacsa, hogy ő még 18, de még nem ivott, meg nem tohányzott. Ezt nagyon elbasztad. Hát? Elcsaszta az életét. Én már most így 96 év után már nem most akarok rászokni a cigire. Nem még sörözt is jó volt hagyni. Akkor mit akarsz szívni? Én már csak elpipázgatok, elszivarozgatok. Rágom a bagót. Az én időmben még a bagót rágtuk. ...1800-as években, amikor születtem, akkor még az volt a divat. Tényleg egy kérdés. Mit szóltok ahhoz, hogy a Hungaroringen hétvégén egy rohadt palacsinta 2000 forintba került? Hát, ez olyan dolog, mint a Tesco. Pontosan olyan dolog, mint a Tesco. Amíg te bemész... Axel azt üzenik, hogy offline vagy. Nem, itt mennek mellettem a többi kamionok. Nem úgy, a nem live-od. Mindjárt megnézem. Ja, live-om? Uh-huh. Ja, az lehet. Azt mondja, kacsa, mindenkinek nincs benne semmi jó. Néha jól esik, pedig igen, az a jó pohár sör.
akkor egy nagyon picit megállok itt. Jó. Megállok itt és akkor, megnézem. Itt akkor itt leparkolunk, gyere Andris. Gyerek, itt vagyok mögötted. Akkor le. Bevárjuk a többieket. A vonat nem vár. Hát a hevesi tavás koncert is szörnyű volt, soha többet nem megyek. Nincs mit, Ferenc. A Szente felé szólt. Mi szólja? Jó, hát ezt most megvárjuk, hogy beindul-e. De akkor mennyi ideje voltál már offline? Hát nem olyan régóta, mert én úgy néztem, csak most, hogy kijöttem. Meg az is lehet, hogy... Kata is offline azt írja, de nem. Igen, most már offline vagy te is, Kata. Én is. Aha. Hát mi? Akkor legyen szíves, és nézzél meg engem is. YouTube-on? YouTube-on, igen. Ahol a túróba tudlak én megnézni téged. Neked van YouTube csatornád? Van. Ja, most úgy néz ki. Ja, most már nekem beindult. Nekem vagy. Beindult, aha. Na most már elindult. Jó, nem tudom, gyerekek. Nem tudom. Újraindítottad? Csak annyi, hogy leállítottam a OBS-t, utána egy másodperc újraindítottam, és akkor az még tudott hozzácsapja ahhoz, és akkor újra, tehát folytatja. Aha. Csak valami. Amúgy volt már ilyen problématika. Akkor is offline. Én is offline vagyok, ne csinálj. Most mondom, hogy nem voltál offline. Akkor jó, oké, újraindult. Nálam. Hát valami, lehet, hogy a YouTube-nál volt valami, hogyha mindennyiunknál igen, megállt. Igen, a YouTube-nál. YouTube server problémák. Köszi, Lecsó! Jól van. Na jó, hát köszi, hogy szóltatok. Hova utalhatok? Akkor... Ha mindenkinél megállt, úgy látszik. Pillanatra. Mondom a számot. De dollárba kérem. E-mail címet is... Ja? Hát, vagy csak, majd ha Bitcoin bányászok, akkor talán meghatod. Hmm. Jó, nem sokára megyünk. Ez jó. Most már nálam megy folyamatosan. Nálam is. Most már úgy néz ki, hogy én nálam megy. Jó, mint. Jelvileg megy. Azért szóljatok vissza, hogy ti hogy látjátok, de én úgy látom, hogy nálam, amit én is nézem jó, vissza. Ha, jó, már azt mondja Feri. Látod, ez olyan, mint a Minecraftos alak. Nem. De megtréfált valami akkor. Ja, az a piros. Uh-huh. Igen, oda nem szabad bemenni. Nézd csak, mindjárt egy vizet kapok. Azt mondta a Robi, hogy szia, Nórika. Igen. Aha, tényleg. Azt mondja, tényleg? Hallom. Ó, azt mondja. Bal oldal, taxi. Tessék? Bal oldal. Milyen bal oldal? Leszavacs. Szerintem még mindig a papujás. Fizetős kapu. Ja, kicsit le vagyok szerintem maradva. Nekem 508 kilométer. Ja, mert én itt megálltam, aztán lehet, hogy lemaradtam egy kicsit mennyi, tőletek. 508? 505. Hát akkor te előrébb vagy, nem hátrább. 508. Igen, akkor ti mögöttem vagytok. Hát hogyha azt mondod, hogy 508... Most 500 kereken. Ami hát hátra. Akkor előttünk vagy. Igen, Katalin, te is. Aha. Igen. 524. Hát akkor igen. Jó, akkor majd én megvárlak itt. Most lejövünk az autópályáról, itt le kellett jönni jobbra, és akkor majd ott bevárlak utána. Ja. Oké, Kacsa, jössz mosogatni. Uh-huh. Előrébb. Mit kérdezni, Kacsa? Oké. Papírás. Kifizeted neki a fürdővizedet, és akkor úgy már van eléged vele? Ja. Igen, Goku jön itt mögöttem. Csatolvasó. Bius, az ott mi akar lenni? Az ott micsoda? Jó, itt egy kicsit akkor megállom. De csak megnyugtatlak, nem vagyok alkesz, jó? Azért megnyugtatlak, mert szerintem az jött neked, hogy mekkora egy alkoholista lehet. De nem. Hát én még mindig levegőjét kapkodom. Hát ez szörnyű. Kedvesz beszél itt volt részegen. Igaz? Persze. Jööööö. Lebassza, mint az atom.
Jól van, megvallok benneteket. Szia, IHH 143. Ő a Letti. Nem érteni, mit te mondjani. Jó, Kelly megjelent, Andris is megjelent, jó van. A tabban már. Axel nem vár. De a vonat, a vonat nem vár. Én várok, okay, csak a vonat Letti. Nem. És a szerelem gondolj már, iszom van. Lecsuk, tudod mennyit vártam izére? Axelre? 3 napot. Az ivászatban? Nem volt nehéz. Láthattuk Axelnek a matyó hiccést. Pami nyonnyát. Na, nálad is láncolódott? Jól van. Na persze, hát majd megvan. Na, szuper. De hát az kötelező DLC. Tényleg nekem a Goku az ismerő. Sárgában. Ő szokott velem jönni. Az Andris miért nem az ismerősöm? Mert töröltem. Töröltem a géped előtt. Ja. Persze, hát tiszákosok az is ismerősöm. Ja, igen. Én előre láttam. Szóljál, hogy mikor gondolod komolyan és mikor nem, akkor nem veszlek komolyan. Az írásából már jött az alkohol. Ja. Most így elmondogattam rajta, megnézzük meg, hogy a még nekem Steam-en. Na, akkor föl, gyorsítom 90-re, mert engedi. Jó. Oké. Szia! Tényleg, Dóri, megeheted nyugodtan. Most már nem kell. Láttam. Köszi Gabez az, hogy az direkt támogatás. Ja, mindjárt mondja is. Mondja vagy nem mondja? Normális netre vagy gyereknek fagyira. De miért nem mondta a hang? De jót fagyiztam. Köszi szépen még egyszer. Gyerek? Három gombot mondom. Valami biztos valami gevaszfaj nem... Nem mondta be, mert hát be kellett volna ezt is, hogy mondja. Már a hang meg megjött a... Szerint ki a fülemet. Imám. A csaj nem mondta be a szöveget, de közben a zene meg megjött a Streamlabsból. Közben a csaj is a Streamlabson kell bepipálni, és onnan szokta mondani, tehát igazából ilyen fura dolgok ezek. Hát, hogyha a... YouTube chaten keresztül küldi a támogatást, akkor azt nem mondja be. Hát beszoktam mondani mindig, de jó, de mindig beszoktam mondani, most nem tudom. Uh-huh. Vagy lehet, hogy... Ja, lehet egyébként. Az elképzelhető tényleg, hogy igazad van, mert az, igen, amikor az nem PayPal-os, és akkor azért nem mondta be. Ja, lehet, igen. Azt külön be kell állítani. Ez a szuper csetel van. Katok kérdeztek, amikor a hölgy mehet el, segít elmosogat. Ja, azt ugye, azt mondja, hogy Gabesz, hogy itt a gyerekre, az Andrisra gondoltam. Igen, azért mondom én is, hogy megint kapu lesz. Jaj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 
A kitya mögöttem fékezzem. Oj! Fú, ez fajna. Befröccsözöm. Akkor inkább ne tregabesz, azt mondja Feri. Andis, nem kapsz fagyit. Hát nem kapok, mert van egy új utálom, meg ilyenek, azt mondja. Dínyére fagyit? Hogy képzeljük? Sörre, sörre fagyi. Ja, sörre fagyi, nem akartam megemlíteni. Sőt, fagyis sör. Sörös fagyi. Látod, ja. Andris, akkor nem vagy egyedül, meg hata se tudja néha, hogy mikor viccelek, és mikor mondom komolyan a dolgokat. Hát, ja, nem is. Akkor jó, menj nyugodtan. Ezt akartam megmondani. Hogy tök jó ismeritek egymást, csak nem tudjátok egymásról. Ugye? Ezt mondtam, amikor utaztam vissza az egyik ismerősömmel, utaztam vissza, találkoztunk kint a repülőtéren. Ezt mondtam neki, hogy ti is bent a melóhelyen olyan komolyak vagytok, és semmilyen poénkodás, vagy semmi nincs. Hát, hogyha
ultra komolyan veszed az életed, akkor már el van csesző, ugyanis leírod az életedét, és nem megél. Jól mondtam, vagy nem mondtam? Jól mondtad. Persze. Én nem leírni akarom azzal, hogy dolgozok meg, úristen, számlák, vagy valami. Nem, poénra veszem az egészet, tehát megérem úgy, ahogy én szeretem. Hát, én azért nem veszem annyira kell. Poénra. Egy számlabefizetés nem olyan nagy poén, azt mondod? Hát nem. Én azért nem foglalkozok ezzel, mert... Bocsánat. Tehát én úgy vagyok fel, megkapom a fizetésem, megkapom a telefonszámlát, puf, fizetem, mind, tehát ahogy megkapom a fizetésem, másnap ki van fizetve szinte minden számla. Szép volt. Főleg, ha van fizetés is, ugye? Miért nem kaptál még? Még nem. A hanyadika van már? Ötödiken szóljak? Ötödikkül. Nem kell szólni, mert tizedikéig köteles a kifizet. Ja. Ez annyira szép. Aha. Meg is felesleges felfedítsen. De mit szóltok hozzá, hogy Katának nincs jogosítványa, és milyen jó elkuplungozik ott a G29-en? Hát egyébként kár nincs. Ki megy tankolni? Lesz majd. Én csak bejöttem ide, ezért körülnézni. De miért? Ó, bajszeg, én meg jövök itt utánad, azt hittem tankolnám. Jó van, Andris. Fölírtam az aranyköpések utójába. Fölrajzoltam. Vakvezett világtalan gyerekek. Beszélj a saját nevet, amikor nem találtál meg, és egymás a szembe voltunk. De most miért mész a leállósába? Köszi, Enigmának is a lúcot. Tartod a 80-at? 70-nál megyek, nem 80-nál. De miért nem mész 80? Nyomjad egy kicsit. Anyukám, apukám, soha nem érünk oda. Andris, légy szíves. Légy, az nem szíves, az potros, ne haragudj. Azt mindenki tudta, de én most egy különleges lényről beszélek. Rólad. Kis zümzüm. Andris a légy. Elgondolkodtam. A32-re haladunk. Köszönöm, Lecsó. Bíztam benned. Ugye? És te már fáradt vagy? Te képes vagy itt ásítozni? Mondjuk egy üvegbor után már lehet. Nem is így van. Egy üvegbor után már... Tényleg itt áll? Hát tegnap is, de most is iszok. Hát én nem iszok, szomjan halok. Mármint volt. Akkor nem ittam. Amúgy majd lesz az idén a telve. Álltok odakint ijató a csapvíz? Aha. Vagy inkább nem próbáljátok. Iszom a csapvizet. És meg él, tehát... Hát nem minden országban iható. Magyarországon is megittem a csofizet. Szia, Axel! Kukkolj csak ide! Teljesen jó itt ez a víz, szomja, már nem halom. Fogunk majd, Gabesz, igen. Igen, mindenféleképpen. Csak nem sikerült összehozni, akartuk volna az Outlaws-ból, hogy multizzunk Andrissal, azt akartuk volna kipróbálni, hogy hogy tudunk így hostolni, vagy valami, de az sehogy nem akart összejönni. Melyiket hát, majd... mondjátok? Van egy ilyen westernes játék, az Outlaws nevű, és, ja. És hát ott vannak szerók, maximum azokra tudunk felmenni, de igazából nem, tehát úgy akartunk volna, hogy valahogy mit tudom, hostolni, és akkor belép egyik a másik gépére, vagy ahogy így multizni, és az nem akart összejönni. Bármilyen tipje, várjuk csetőn. Úgyhogy hát ha más nem, akkor majd ott nézünk majd egy szerót, aztán belépünk a random meg mentor, a szervetbéren is fölösleges, mert hogy 20 személyre 5200 mint is annál lejjebb nem lehet vinni a slot számokat a szerveren. Úgyhogy nem tudom, majd meglátjuk. Viszont be tudod biztos állítani úgy, hogy privát szerver nem tud rá menni. Csak az, akit oda beengedsz, azt utána már tök mindegy, hogy öten vagy több fönt vagy egyedül. Hát csak annyit nem tudom mennyit lennénk rajta, tehát ez most egy más kérdés. Hát jogos. A túrót keres itt a rendőr most.
róla elmondani. Kérdezzek tőle. Hát te mondtad, hogy menjek, most már nem látlak. Hun Adrián. Itt van Adrián. Hun Adrián. Ő is szokott velünk jönni rendszeresen. Igen. Aha. Mutassak neked egy... Macsó hímzést? Ugye Katalinnak a live-ját itt megnyitom, és akkor megmutatom neked, hogy felismered-e? Mert hogy találkoztatok. Igen, mert hogy találkoztatok. Na itt van. Csak ne hajolj ide, mert nem látok. Hát másképp se tudom. Na, ott van, megismered? Szia lányzó! Nem hall véged, de csak így. Nem baj, de majd látja, hogy integetek. Igen, felismered. Megismered? Van kormánya. Van, bizony. Integetek. Látom, mik vannak. Hello. Ő is integet, hello. Kapcsolod a webkamerát, Axel. Jaj. Pedig még face-rige is van a facecamhez. De nem panaszkod. De nem értem, miért nem használsz kamerát, Axel? Nem is értem. Beszéljünk a hüvelygombáról, vagy mit? Koneszten. Akkor se tereled a témát. Miért nem kapcsolod be a kamerát? Igen, miért nincs kamerád? Hát van kamerám, miért ne lenne. Van kamerája, mert akkor biztos, használd. Hogy van kamerája. Biztos, van neki, mert a face-rige szórakozott, amikor láttam is, tehát van neki. De hogy már pont kamerája ne legyen, hallod? Azt mondta, nem akarja senki se, hogy felismerje. De Istenem, mit titkolni van? NASA-nál dolgozol? Vagy hol a p***be? Axel, figyelj, én kimegyek itt az utcára, és senki nem ismert fel. Tehát... Tudom, de nem, engem, annál is most hülyeséget beszélve, nekem nem ez az indokom. Hát, hogy vagy az a másik oka, hogy mit nézve tartom, meg? Miért nem tartom szükségesnek? Hát nekem egyszer ennyi. De nézzük, igen. Hát, nem tudom, a nézők még... Beszéljünk az időjárásról, azt mondja Gabez, de tényleg... Fasza az idő odakint, na szóval miért nem kapcsolod be a kamerát? Ennyi, nem tudsz lerázni. Hát nem, én nem tartom szükségét egyelőre. Egy idő után szükséges, ne foglalt meg követelni. Jó, én nem is mondom, soha nem mondjuk, hogy soha, én nem is mondom, hogy soha, de most egyelőre még nem. De jó az. Én is pont nézegettem még a kamerákat, Logitech-eket. Mert mit szeretnél? Mert ezt le akarom cserélni. Szélesebb vásznóra. Hogy hívják? Csapatsz meg egy zöld hátteret. Nem kell zöld háttér. Ez a kamera, ez nem az. Így van. Ti miattatok van az egész. Mindenki miatt van. Nehogy rosszat álmodjatok, így van. Szia Zsozsi! De neve van, hallod? Zsozsi, és mellette van egy kalapács jel, figyeled? Nálam. Uh-huh. Ez nekem van random esemény, lezárás. Ti átmentetek rajta, faszán. Ezt kapcsoljátok ki a randomot, mert akkor bukás lesz a multiból, hogy igen, az nem igaz. Igen, ez ja. Csúnya, Nedim is mesélte, hogy eltiltás is kapott miatta. Hogy félrántotta a kormányt, és hiába magyarázta, hogy de hát ő neki az ott megjelent a mellettelő kamion, aminek neki ment, annak meg nem volt ott semmi, és az meg nyilván reklamált, riportolta, hogy miért ment neki. Én mindig elfelejtem, majd hogyha befejeztük a livestreamet, emlékeztessetek már, hogy kapcsoljam. Oké, kapcsolt ki. Ja, de nem jelen. Most te! De nem, Andris. Tényleg fagyik el neki. A GTA-nak a fórumán elindított valaki egy ilyen, hogy szólánc. Nem tudom mennyi idő alatt, már régóta, de most már 535. posztnál tartunk, és folyamatosan egész nap megy ez, hogy az utolsó betűvel mondasz mindig. Jaj, akkor Almali, ezt akkor el kell vennem. Jó van, kacsa. Mi van? Mit nász már, Alma? Ébetűvel mondjatok egy jó szót, egy frappánsat. Frappánsat. Éti csiga, éti.
Éti csoki. Édi bédi. Éti. És mi a faszom? Az nem ével van. Na és még az utolsó betűvel írunk egy szót. Már 536. posztnál tartunk. Jaj, tudom, ez a szóláncos játék, ez kurva jó. Mondom, ez szóláncos játék. Gabesz, azt írta Gabesz a chatre, hogy nagyon szép Katalin. Még egyszer? Gabesz írta ide nekem a chatre, hogy nagyon szép Katalin. Ja, köszönöm szépen. Küldöm hozzám. Gabesz, ne hallgass rá. Vármint Axelra. Csak a szájék nagy a srác. Amúgy tényleg és nem olyan régen, pár hete lett egy közös fényképem, Katalin, én is büszke vagyok rá. Melós cuccba! Igen, csak Lecsó meg ne tudja. Ja, én küldtem át neki a képe dolgot. Azóta az FBI-tól megkaptam a kémkövető programot, nézem, merre jársz. Jó. Jaj, ez szép volt, tehát nem ide kellett volna jönnie. Az biztos. Mire észrevettem, hogy ez itt le van zárva. Át akartam is suhanni. Ez időben. 22%-a sikerült törjem a kamiont, az úgy szépen kimentem. Te mit csinálsz? Na, le volt zárva és át akartam menni. Gondoltam, hogy ott nincs ez a zöld pénz, hogy majd én ott átmegyek, és közben ott egy sorompó le volt csukva. Igen, akkor mentem én éppen Pestre, Ecserre, amikor te ott voltál. Én vasárnap megyek Pestre. És azon a héten még Axellel is találkoztam, képzeljétek el. Szóval... Fú, az tényleg aznap, mert onnan az volt délbe, egy déli időben, és akkor onnan siettünk haza, hogy, mert Andris meg itt várt engem a lakóhelyemen, és úgyhogy este akkor egész estét, hát nem tudom, majdnem éjfélig, vagy már nem is tudom meddig, csatangoltunk. Körbe raktad sörrel. Ja, sör, pizza, minden. Nem győzte pusztítani, mert utálja. Csodálkoztok, hogy alkoholista lesz belőle, hát már pszichológus kell neki vagy. Itt van, Lecsó. Te kellene néződ. Ja, hogy ő pszichológus, jó? Pszichomolkus, nem tudtad? Pszichomolk? Na. Miért, neked nem mondta? Megyünk jobbra, ja. Ja, gyertek jobbra. Jobb oldal az gazdaságos. Igen. Legyen, mint Tesco. Én is gondolkozok, hogy jönnek haza nagynénémék, mennek Balcsira. Aztán lehet, hogy csatlakozok hozzájuk, hogy két napra. Aztán elgondolkoztam, hogy vagy oda, vagy lehet, hogy felmegyek egyedül Pestre, csavargok egyet. Tudom. Na, gyere, YouTuber találkozó lesz tehát Pesten. Katalin, aláírás, gyűjt, aláírásosztás lesz. Nem, aláírások, hogy... Katalinos pólókat adnak. De hogy ne, meg bögréket. Először a rendeléseket vesszük fel, meg a pénzt vesszük el, utána szállítunk valamikor egyszer csak. De Katalin, hogyha jössz Pestre, akkor szóljál már ide, légy szíves, mert akkor fölön megyek. Jó. Ígérem, nem maraklak körbe sorra. Viszont visz egy 4 személyes tálat előtt, az étteremből. Nem. Ja. Mielőtt bemész az étterembe, egy alkohol tesz, meg egy drog tesz lesz. Nem drogozom, bocsánat. Én tudom, és hogy Andrián, nem drogozó, de... Láthatjuk nem. Előttem. Mehetsz nyugodtan, Andrián. Szevasz, pingvin lány. Megelőzöm. Pingvin lány. Aha. Úgy látszik már vidra lány van, most már van pingvin lány. Milyen kacsa? Azt mondja, Katalin simogató lesz. Pingvin lány, te vidra lány vagy? Kapsz egy buksz sisimit mindenkitől. És egy ketrezbe. Nem ismerjük már az álneveket. Jó, mindjárt eszünk most már, mert anya is éhes. Így van. Mit fogtok vacsorázni? De a babugulyás, mi más? Hát jó, te igen, de... Kicsi. Ő édességre éhes, mert ő már vagy. Igen, mert ő nem biztos, hogy kisgyerekek nem biztos, hogy a babujása buknak. Ő megette. Te kövertem. Te lefontam, mint tököröm. Ja, Dorina, igen.
Tátvidről, vagy nem? Bár, gondolom, igen. Lóri mindent megeszik, hál' is szinte mind. Akkor körbe is mehetsz. Pingvin lány egy feliratkozással, Andrishoz is. Mindenhova. Persze. Várom, sok szeretettem. Mindenhova, szeretett. A 69-et azt meg össze kéne hozni egyébként, csak úgy megsúgom. Micsodát? Hivatal. A 69-et. Mit kell össze, miért kell összehozni, és nem értem. 69. Ez már megint fiatal 18 vagyok. Pluszos tartalom, 69. Ja, de te most magadról beszélsz, Andris? Igen, mert 769 a feliratkozó száma most jelenleg, és ezt akarja összehozni. Ahogy felirat? Ne dudáljál, nem dudálok vissza. Van az, hogy... Gondolom, hogy ez lehet. Szavasz a tesz? Nem. Várja a teszt, mert ez úgy nem jó. Várj egy picit. Csak már nem voltál azóta. Várj egy picit, mindjárt csak oldalra kell nézzek. Na most miért nem ér? Jó, és akkor most próbáld meg a tesz. Nem ír a gyönyörű. Mert az, nem akar, az úgy nem akart működni, úgyhogy modiknál működik. Szia tesz! Úgyhogy majd most próbáld meg. Tényleg meg az atlaszt kéne beszerezni. Az új hangot is fel kéne már vegyem Axelnak. Bezony. Lecsó mondta, hogy amikor bent volt, nem tudom, live-on valamikor, pár hete, és mondta, hogy ezt csak meghallotta a te hangodat, tudod? És akkor, mi van? Hol? Hol van? Mi van? Milyen hang ez? Tőlem is kérdezte, mondom, nem tudom, nem csináltam egy ilyen felvételt, ő berakta ilyen program segítségével, azt használják. Mondom, ilyen azért, hogy olyan hát, hogy oda nézzek a csetre. Igen, aha. Igen, azért szoktak, a modik szoktak így. Mondja nekem azt, hogy a ben voltam Axelnél a streambe, egyszer csak a te hangodat hallottam meg, nem? Igen. Mehetsz, elengedlek. De most nem tudod, hogy mit tudál. Mennyi? 2 kilométer? Ó, gyerekek, aha, mindjárt beérünk. Mindjárt vacsi lesz. Real-be. Hála a jó Istennek. Ó, és én azt hiszem, azért jöttünk ide, mert itt nekem nincs garázsom, úgyhogy én elmegyek még, azt is megveszem. Éppen azt hiszem, hogyha így megkajáljuk a levest, holnapra meg főzhet. Szörnyű. Hát szörnyű, igen, mert holnap szeretem volna. Akkor ügyelre is. Pihen. Pedig a legnagyobb fazak. Na már Pityi itt van. Szavasz, Pityi! Szavasz, Pityi! Van már 3 órás? Azt írja az Adrián, itt nincs garázs. Valami volt, vagy itt nincs garázs, akkor lehet, hogy azért volt olyan a város. Hát akkor... Na figyelj, én az összes garázs megvettem, hogy itt nekem. Ja, itt neked sincs, akkor így jártunk, akkor nem lesz. Akkor nem lesz garázs. Hogy csak nem rajzolok. Hallod, nekem is elment egy tankben. Sőt, 2. Fogy. Másfél. Nem tudom, mitől van, de... Fogy ez a nyüves. Szabálják. Jönök. Andrisba belemegy. Belém akarsz jönni? Hoppa, bel is jöttem, kérdezem. Ne kérdezz, ezt csináld. Már le is tettem a fulát. Szörnyű, csak... Te nagyon éhes vagy, ha ennyire akartál sietni. Okay. Kacsa. Köszi szépen, hogy itt voltál, kacsám. Szevasz, kacsa. Szia, kacsa. Gyerekek, szörnyű. Szerintem majd még a... egy fotó erejére összeállunk, nem? Jó. Szokás. Csak Lecsó meg ne tudja, mert ezek a fotózkodások. Hát figyelj, a jobb, hogy nálam van, az a lényeg. A jogdíj is, meg a nyögdíj is. A nyugdíj? Megálltunk. A nyögdíj. Hát tudod, milyenre festettem a kamion? Nem nagyon látszik, ilyen virágmintás. Ja, igen, kicsit...
kicsit neki mentem. Virág! Goku még hát, most elbe. Ez neked tetszik? Szerintem egyedül vagy, mert senki másnak nem tetszik. Ki mondta azt? Te velem kaptad, hogy jó, hogy tetszik. Mi? A festés. Ja. Hát ugye neked is tetszik a festése. A piszkosok. Hát ebben a sötétben nem tudom milyen fénykép fog tudni készülni, de kipróbáljuk azért. Ja, most itt át lehet menni egymáson. Aha. Nem tudom, meg itt vigyázok, nehogy belemenjek Katalinba. Szerszem, felé megyek. Jó lesz. Én itt megfordulok szerintem. Szia, kodras ja, hát ezt mondjuk, hogy én meg... Ja, persze, ez nem is fog menni. Hát ezzel én nem is akarok itt lekapcsolom, és akkor egy fotózás miatt itt összejövünk. Ja. Itt állj! Ide beállok, szerintem itt álljunk be egymáshoz, egymás mellé, mert hamodan egymás. Hát csak akasszátok le szerintem. Andis, te is akaszd le, mert sokkal könnyebb úgy mozogni itt. Én nem akasztam le, itt sokkal nagyobbnak. Ti most... Legjobb helyen akasztottam. Állj, ilyen beléjjálás! De hogy miért nem kütöm el ide a hangzatban? Na nézzük. Menj vissza! Szia Game Markezer! Szia Dávid Vörös! Na, éppen hogy beesettek. Utolsó pillanyagba. Na jött egy murc is. Ennyi. Na be tudsz menni? Hát tolassál már még hátrább. Ja, ez az én saját. A portó. Na gyere. Szia Judit. Köszi a lájkokat és mindent. Még egy fotózkodást csinálunk, hogyha sikerül. Ez kinek a pótja? Az Andisé. Nem tudom, én nem akasztottam le a pótomat. Én egy gyönyörűen, szépen, egy picit, vagy nagyon, beálltam. Egy nagyon picit menjünk már előrébb, mert Andris nem tud a saját pótjától nem tud oda beállni. Vagy akkor én megyek, vagy én megyek bele, vagy én megyek bele a te pótodba, mert én bele tudok menni. Te megy! Hát rákot kapok ettől a faszitól. Jó, jó lesz így, csak Andris nem tud a saját pótjától oda menni. Igen. Ó, pont ezzel a nagyon szép... nagyon szép a kamionom. Na, remélem tetszik. Kitűnsz a tömegből. Uh-huh. Na, nézzük ezt a fotót. Igen, kapitány, a vége fele pontosan. Nagyon szépen köszönöm a feliratkozást. Vétszer. Hát a többiekről is, mert a többiek is itt azért felejtsük el. Ja. Itt van Gecse is, Pityi! Pityi az ott megállt, egy gyönyörű szép daffal. Mindjárt csinálok egy képet. Hát nem tudom, hogyha jön még valaki, akkor ő is rajta. Belátok a kamionod belsejébe. Nem tudom, jön még ide mellénk, vagy nem jönnek ők ide? Hát lehet, nem hogy nem tudom. Jönnek ide. Jó. Jó, hát ha nem, akkor így. Postálbe. És Gecsei beáll, és szurkoljunk neki, és nem sok híja van, hogy pontosan be tudott volna állni. Még egy picit előrébb jön, ez az. Fordítja a kormányt balra. Hogy? Na jó, akkor. Jól van, gyönyörű. Szevasz Gabesz, további szép estét. Én is elbúcsúzom. Ezzel a gyönyörűséges, szépséges virágmintás matyóhímzéses kamionnal. Köszi, hogy itt volt velünk Katalin és Andris és a többiek, akik még csatlakoztak hozzánk. És Lecsó. Hát és Lecsó hangban, nem utolsó sorban, így van. Sztár vendégünk, Lecsó. Most éppen vagytok, mert akkor mehetünk egy fuvart. Mi már megyünk vacsizni. Ja, jó, hát hogyha én korán kell fekők, sokat játékom. Jövő. Sziasztok, jó ét mindenkinek, hello! Sziasztok. Én is elköszönök mindenkitől, srácok, nagyon szépen köszönöm a felületet.